Nos, szeretettel köszöntök mindenkit. Én Kuli Zoltán vagyok, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpontjának munkatársa. Kollégám Sárnecki Krisztián fog beszélni ma nekünk a kisbolygók visel dolgairól. Az előadást a képen látható pályázat támogatta. Köszönöm szépen, át is adom a szót. Ez de gyors volt. Köszönöm szépen a felkonferálást. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Sárnecki Krisztián vagyok. Én ezt a hosszú cégnevet megoldottam néhány betű rövidítéssel. Én is a Csillagászati Kutatóintézetben dolgozom, és mint a beharangozóban is, hogyha talán olvasták, meg a cím is mutatja. Az utóbbi, hát akkor még azt írtam, hogy hónapokban, de most már gyakorlatilag hetente írja meg valami, hát főleg bulvár orgánum, vagy a tévében bemondják, vagy az interneten megjelenik, hogy kisbolygó tart a Föld felé, és holnap 8,5 millió kilométerre húz el a Föld mellett. Ezt mondjuk a kettőt én nyelvtanilag sem nagyon tudom összerakni, de tudom, hogy ez az én hibám, hogy a Föld felé jön, de akkor 8,5 millió kilométer. De nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, amikor mindig kapok egy-két ilyen megrettent e-mailt ismerősöktől, hogy akkor most akkor mi legyen. Mondom, hogy tök mindegy, hagyjátok, mert ha becsapódik, akkor úgy sincs hova menni, úgyhogy nem kell idegeskedni. De a lényeg az, hogy most itt megpróbálom összefoglalni azt, hogy mi is a valóság, mit kell tudni ezekről a Földet veszélyezteti a Föld közelében elhaladó kisbolygókról. Ez volt a vágószünet. Annyi technikai megjegyzést szeretnék mondani, hogy most, hogy ilyen szépen tavaszodik, engem is elért a megfázás, ugye melegszik az idő, hogy időnként majd fogok az előadás közben inni, azért előre is elnézést kérek, de különben nem biztos, hogy végig bírnám hanggal. Nos, ugorjunk is bele a témában, ugye viszonylag ez régebbi keletű ez a dolog, én emlékszem már, hogy a 80-as évek végén kezdtek el igazán, vagy kezdtek el először komolyan olyan hírek szálingózni, hogy a Föld közelében elhúznak kisbolygók. Előtte ez nem nagyon volt jellemző, 80-as évek első fel, 60-as, 70-es években nem nagyon, bár én akkor még nem éltem, de tudom, beszéltem, ez nem nagyon volt jellemző. Ez a 80-as évek végének a terméke, hogy elkezdtek ilyen hírek fölbukkanni a médiában, és hát aztán ennek folyományaként egyre nagyobb ilyen publicitást kapott, és hát ugye mindenféle ilyen fantasztikus, a valóságtól azért jelentősen elrugaszkodott rajzok készültek, illetve egy idő után, ugye katasztrófa, sok ember meghal, hősiesen el lehet hájtani a vészt, Hollywood is rákapott a 90-es években az ilyen témájú filmekre, és egyre másra születtek. Hol a valósághoz több, de általában inkább kevesebb viszonyt, vagy ahhoz viszonyuló témát feldolgozó, eseményeket feldolgozó filmek. Ugye ezek a becsapódásos, ilyen jó kis katasztrófa filmek, ahol általában a trükkök azok viszonylag jól sikerültek, ugye és megismerkedhettünk a New York-i felhőkarcolókat rombadöntő 100 méteres cunamiknak a képével. Jól látom, ott jobb széle még áll a World Trade Center is. Valójában, hát naponta legalább 1 milliószor összeütközünk egy másik égitesttel, ahogy a Földdel rohanunk a nap körül. Ilyet már, hát reményeim szerint mindenki, vagy majdnem mindenki látott, ifjabbak, hogyha még nem, akkor nyáron tessék elmenni a városból, és kivenni valami sötét égboltú helyre, és tessék hullócsillagokat figyelni. Ugyanis amikor hullócsillagot látunk, akkor nem más történik, mint hogy a Föld összeütközik egy másik égitesttel. Csak ez a másik égitest akkora, mint egy porszem, de ténylegesen, tehát ilyen kis, amik itt lebegnek, vagy esetleg maximum ilyen mágszem nagyságú kis kődarab. Természetesen a tömegarányok miatt a kis kődarab húzza rövidebbet, és egy pillanat alatt, másodperc is rövidebb idő alatt fölizzik, és elég a Föld légkörébe. Egyes becslések szerint napi 1 millió ilyen felvillanás lehet, hogyha a teljes földgolyót nézzük, tehát ha minden meteort tudnánk figyelni 24 óra alatt, és egyébként van még nagyon sok, ami szabad szemmel nem
látható, hogy minden egyes ilyen hullócsillag megfigyelés az egy-egy becsapódás valójában. És hát, hogyha szerencsés időszakban vagyunk, mondjuk augusztus 12-én, akkor akár több hullócsillagot is megfigyeltünk, nem csak egyre kell várni. És hogyha nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, néhány évtizedenként egyszer-kétszer, pedig meteor záport is megfigyelhetünk. Ilyenkor akár percenként több hullócsillag is érkezhet csak a látóterünkbe. Nekem volt szerencsém 2002-ben egyszer egy perc alatt 33 darab hullócsillagot megszámolni a Leonida meteorai novemberi kitörésénél, de például 1998-ban is a Leonida meteorai kitörése, ez nem volt annyira sűrű, csak körülbelül percenként jöttek a hullócsillagok, hát persze az is nagyon jó, viszont ezek között rengeteg fényes volt. Sajnos én későn tudtam meg a híreket, úgyhogy kénytelen voltam a 10. emeleti erkélyünkről végignézni 98. november 17-én hajnalban ezt a hullócsillag esőt, tehát két napig még így állt a fejem fölfelé, viszont hajnalban több telehold fényességű meteor is volt körülbelül egy fél órás időszakban, tehát különösen nagy méretű szemcsék értékel a Földnek a légkörét, ezt azt jelenti, hogy egy telehold fényességű hullócsillag, az mondjuk körülbelül akkora lehet, mint egy focilabda. Ez egy ekkora kőzet eléri a Föld légkörét, akkor már ilyen fényes lesz, és hát aztán időnként persze nagyobb meteorok is érkeznek, és ma már, ugye mivel mindenki gyakorlatilag filmfelvevővel szaladgál, és szinte 0-24-ben dokumentálva van mozgófilmen a Föld 7 milliárd emberének az élete, ezért időnként sikerül elcsípni, nem is olyan ritkán, nagyon fényes hullócsillagokat. Hát itt, amikor így kamerára lehet venni, ezek akár már 1-2 méter átmérőjű kődarabok is lehetnek, amik belépnek a légkörbe. Hát biztonsági kamerák aztán rengeteget tucatjával rögzítik, ugye rendőrségi kamerák is az Egyesült Államokban, ez teljesen triviális, és akkor időnként ilyen nagyon szép hullócsillagok, nagyon szép meteorok, tűzgömbök hagynak nyomot. Aztán van egy ugye nagyon híres esemény, ez bár viszonylag régebben volt, ezek még talán hát nem is hagyományos filmek, de videókamerák. Egy szép szombat estén, ugye 92 őszén az Egyesült Államokban nagyon fényes és nagyon hosszan látszó meteor tűnt fel az égen. New York külvárosában járunk. Ugye lehet látni, egyrészt ott a hold is látszik, meg hogy ugye kivilágított sportstadionokban vagyunk, ahol világítanak ezerrel a lámpák a szemünkbe. Mégis így sikerült észrevenni ezt a hullócsillagot, és nagyon-nagyon sok felvétel készült róla. Jó sokáig is hullott, ugye itt elmegy szépen a egyik reflektor mögött, de utána is nagyon szépen látszik. Hát ezek már ilyen komolyabb darab meteorok, és bizony ez nem is égett el teljesen a Föld légkörébe, hanem meteorit hullás történt, ugye ami, hát mondhatnám, hogy egy adott helyen nagyon-nagyon ritka dolog, de például az ókori Kínában már ismert volt, tehát ugye mint sűrűn lakott terület, meg ugye nagyon hosszú történelem, ott összegyűltek olyan feljegyzések, hogy tudták azt, hogy időnként kövek hullanak le az égből. Hát itt New Yorkban is lehullott ez a kő, átütötte ezt a 70-es évjáratbeli Buicknak a hátulját. Ott elő ki van rakva a benzintank, azt is átvitte, ahogy eltalálta a meteorit. Itt van a bűnös, egy kővas meteorit volt ez. Ugye látható szépen feketére, kúposra meg van égve, hogy átjött a légkörön. Hát a jobb oldala az azért az ütközést ezzel a Buickkal, ugye ezekben még azért volt anyag, ezekben az amerikai kocsikban, ezt meg sínylette. Az autó az használhatatlanná vált, de egészen biztos vagyok benne, hogy ugye akinek leesett ez a kertjébe, utána hát ezt eladta, és valószínűleg egy teljesen új évjáratú, nagyon jó autót tudott belőle venni, meg esetleg egy házat is. Borzalmasan nagy értékük van, különösen azoknak a meteoroknak, amelyeknek a hullását is látták, mert azért ez ritka. Több mint 30 ezer meteoritot őriznek múzeumokban, meg még ki tudja mennyit magángyűjteményekbe, tehát a meteor kereskedelem az így, azt mondjuk, hogy a szürke gazdaságnak a mesdjére esik, akkor még finoman fogalmaztunk.
De ennek csak egy töredéke az, aminek látták is a hullását, a nagy részét azt megtalálták, és lehet, hogy évezredek, évtizedek, évmilliók óta fekszik a földnek a felszínen, tehát azon a különleges értéke van. Tavaly vagy tavaly előtt Lengyelországba ütött át egy pajtának a tetejét egy meteorit. Hát ott ilyen kézen közön vannak információk, elvándorolt ez is a szürke gazdaságba az a meteorit is, de hát ilyen 100 000 euró körüli pénzt mondanak, hogy annyira vette meg valaki és ezt a lehullott darabot, tehát be lehetett foltozni a pajtának a tetejét egy ilyen hullásból. És hát aztán vannak nagyobb meteoritok is, például ezt a Hoba meteoritot Namíbiába ásták ki a földből, a kutat akartak ásni, csak egy pár méter után elkezdett szikrázni a csákány, és akkor beleütköztek ebbe a 60 tonnás vasmeteoritba, ami valószínűleg évmilliók óta már a földön leledzik. Tehát látható, hogy azért elég nagy darabok is érkeznek a föld felszínére, de meg kell mondani azt, és ez egy nagyon fontos tény, hogy gyakorlatilag ezeknél az ilyen öklömnyi, vagy ilyen valamilyen ilyen kicsit ilyen focilabda, vagy kosárlabda nagyságú meteoroknál nagyobbat soha senki nem látott lehullani. És ez egy a történelem folyamán, és ez egy fontos tény majd az előadásunknak a menetébe. Tehát ezeket a nagyokat, ezeket úgy kibányázták, meg úgy össze-össze szedték, mert felfedezték Egyesült Államokat, meg ilyen kietlenebb északi vidékeket, ugye különösen ott Kanada, meg az Egyesült Államok határa például, az egy jó meteorit lelőhely, de még a jégkorszak alatt, ugye, hogy a nagy jégpáncélok ugye összesöpörtek minden anyagot, hogy végig kiszatolták mondjuk Kanadát például az észak-amerikai kontinensen, ugye ahol elolvad a vége, ugye ilyen morénának nevezett törmelékhalmokat raknak le, és oda összegyűjt mindent, amit lecsiszolt fölötte több ezer kilométer, és például ezekben a morénákban, meg ugye egyáltalán gyakorlatilag hogy kint heverve a földön, amikor a 19. század végén érdekesek kezdtek lenni a nyugati emberek számára, és ezek a meteoritok, akkor sokat összegyűjtöttek, például ez is villamette, és egy néhányszor 10 tonnás, ilyen nagyon érdekes, már ugye a puhább anyagok rég kikoptak belőle, csak a fémes részek maradtak meg, ez is millió vagy 10 millió évek óta hullhatott le, és aztán szépen begyűjtötték, és ma múzeumban lehet látni. Szóval jó sok meteort össze lehetett szedni. Na de hát az kiszámolható, eléggé könnyű statisztikai módszerekkel, hogyha bármennyire is teleszórjuk a naprendszert kőzett darabokra, ilyen meteoritokkal, akkor 4,5 milliárd év, amióta a naprendszer kialakult, borzalmasan hosszú idő. Elképzelhetetlenül hosszú idő, és minden jel arra mutatott, hogy ennyi idő alatt egyszerűen már minden meteornak vagy a napba kellett volna hullania, egyébként a döntő részük a napban végzi, vagy egyszerűen már be kellett volna csapódni valamelyik belső bolygóba. Tehát nem kéne látnunk egyáltalán hulló csillagokat, hogyha csak a Föld, meg a Hold létezne, meg más bolygók, meg régen lett volna valami törmelék, annak már el kellett volna tűnnie. Magyarán valami mindig pótolja, a naprendszer belső térségébe szállítja ezeket a porszemeket, meg nagyobb kő és vas darabokat, amik aztán elégnek a légkörbe, vagy akár lehullannak közénk. És elég hamar rájöttek már a 19. század végén, hogy az üstökösök lesznek ezek a szállítók. Ugye az ő szépséges hosszú csóvájuk, egyrészt gázokból áll, másrészt pedig a sárgás-fehéres színű a sporból, és ezek az üstökösök jó ugye messziről érkeznek hozzánk, és tele porozzák, tele szemetelik a naprendszer belső térségét, aztán távoznak, és a por felhőkkel pedig összeütközik a mi földünk, és ezeknek az üstökösöknek egy nagyon nagy raktára van a bolygók tartományán túl, 100 milliárd számra hemzsegnek ezek az üstökös magok. Maguk ezek a szilárd testek nem túl nagyok, a héli üstökösnek például kb. 10 km átmérője magja, az üstökösök többségének is sem, de ilyen kis sziklák. Keringenek nagyon messze, több millió éves keringés idővel a bolygók határán túl, és időnként egy-egy beljebb lendül belsőbb pályára tér, és akkor szépen szétszórja ott évezredek, évtizedek alatt, amíg szét nem esik a portartalékait, és aztán a Föld meg a belső bolygók ezeket összesöprik. És ez egy olyan folyamat, ami 4,5 milliárd év óta tart, és még nagyon sokáig fog tartani, mert bőségesen vannak ebbe a raktárba a becslések szerint még erőstökös maguk. Tehát ez ilyen szép játék. És
hogy ténylegesen ez bizonyítva legyen, szintén a 19. század végén a legtöbb nagy meteorrajnak meg is találták az úgymond szülőüstökösét, tehát például maga a Héli üstökös is két meteorrajt is ad, amikor keresztezi a földpályát, vagy például az augusztusi, ugye, nagy csillaghullásnak, a perzeidáknak, és megtalálták a Swift-Tuttle üstökös, vagy a Leonidák másik nagy híres meteorrajja, amiről beszéltem, hogy képes másodpercenként egy hullócsillagot is adni, olyan meteorzáporokat csinálni, a Temple-Tuttle néven szintén a 19. század végén megtalálták az üstökösét. Tehát szépen látszott, hogy amilyen pályát számolnak ezeknek a hullócsillagoknak, meteorrajoknak, maga az üstökös, amit megtaláltak, az is azon a, ugyanazon a pályán mozog, és akkor így ez nem is volt kérdés, hogy igen, a meteorrajok azok hát üstökösöktől származnak. Na de ugye, fölmer a kérdés, hogy például a Héli az ugye 76 évente járja körbe a napot, az augusztusi meteorrajnak az üstökös a 130 évenként, ilyen néhány kilométeres kis test, 130 év, ugye nagyon-nagyon picike a saját átmérőjét, ahogy kering, mondjuk olyan 0,2 másodperc alatt teszi meg, tehát mondjuk olyan 8-10 kilométeres üstökös mag, és a 40 km per másodperces sebességgel kering, tehát valójában a pálya egy adott pontján borzalmasan rövid ideig tartózkodik. Maga a Föld is talán egy néhány perc alatt, vagy 10 perc alatt megteszi a saját átmérőjét. Magyarán, ahogy ugye jön az üstökös, meg jön a Föld, iszonyatosan kicsi az esélye annak, hogy pont ugyanabban az időben legyenek a közös ugye pontban, a metszés pontban, ahol a meteorraj találkozik a Földdel, de azért fölmerült a gondolat, hogy mi van, hogyha véletlenül pont akkor érünk oda a találkozási pontba, amikor ez az üstökös is ott van. Hát egyrészt szintén a 19. század végén azt gondolták, hogy ezeknek a csóvás égi vándoroknak a középpontjában nincsen semmi különösebb szilárd mag, de hogyha van is, akkor is ki lehetett számolni, hogy akkoriban évente 2-3 új üstököst fedeztek föl. De még egy 20 évvel ezelőtt, a 20. század legvégén is, évi 5-6 új üstökösnél nem találtak többet, és évente talán 1-2 olyan volt, ami keresztezte a Földnek a pályáját. Szóval ki lehetett számítani azt, hogy borzalmasan kicsi a valószínűsége, tehát ilyen milliárd évente egyszer történhet meg, hogy egy üstökös belecsapódik a Földbe. És ezt annyira a gyakorlatilag ez a lehetetlen kategóriájába esik, és így nem is nagyon foglalkoztak azzal, hogy hát mi lenne, ha egy porszemnél is nagyobb test találnál a Földet. Akadtak persze zavaró tényezők. Az egyik ilyen zavaró tényező az az arizonai sivatagban található, és Beringer kráter néven fut már nagyon régóta, legalább 150 éve, miközben ebből a 150 évből 100-ban gyakorlatilag senki nem fogadta el azt, hogy egy meteorit kráterről van szó. Így hívták, de mindenki azt gondolta, hogy egy vulkanikus képződmény. Pont a Beringer nevű geológusra hivatkozva, aki úgy gondolta, hogy ez egy meteorit kráter, és mivel a világ múzeumaiban a meteoritoknak a 90%-a, tehát 10-ból 9 az vasmeteorit. Ezek általában nagyon sok nikkelt is tartalmaznak. Ő úgy okoskodott, hogy hát ha itt egy ekkora kráter van, akkor ez egy nagyon nagy meteorit lehetett, ami ezt ütötte. Talán 50-100 méter átmérő is megvan, és akkor biztos, hogy több 100 tonnát nyom. És ha ezt ő kiásná, és lenne neki több tonna nikkelje, ugye nagyon ritka és értékes fém, hát akkor egy gazdag ember lenne, ugye meg lenne oldva minden gondja. Úgyhogy éveken át furkálta a kráternek az alját, próbálta megkeresni ilyen fúrásokkal, hogy hol lehet, hogy azt gondolta, hogy valahol ugye mélyen becsapódástan eltemetve van ez a meteorit, de nem talált semmit. Csalódottan kellett távozni a több évnyi kutatás után, és később sem találtak meg semmiféle becsapódó testet, úgyhogy maradt az az elképzelés, gyakorlatilag a 20. század közepén is, hogy hát ez inkább valamilyen vulkanikus képződmény, ugye jött egy kis magma alulról valamikor réges-régen, az fel megmelegítette a talajvizet, abból gőz lett, és aztán az kirobbant. És akkor így egyébként vulkanikus területeken ismerünk ilyenfajta krátereket, amik így keletkeztek, hát biztos ez is az itt a sivatagnak a közepén. Ezzel mindenki lenyugtatta magát, nem hullanak itt semmiféle nagy sziklák az égből a fejünkre. Ez egyébként egy nagyon impozáns képződmény, hát most mondjam azt, hogy aki arra jár, érdemes elmenni, megnézni a Arizonába. Amikor 20 évvel ezelőtt elkezdtem előadásokat tartani, akkor persze ez még mosolygatott, ma már nem annyira. Egy életbe egyszer el lehet jutni Észak-Amerikába, ott velem délen érdemes annak, aki eljut a Yellowstone meg a Grand Canyon mellett ellátogatni ehhez a meteorit kráterhez, több mint 1 kilométer átmérőjű,
nagyon döbbenetes dolog állni a szélén, és ugye persze ugye ma már tudjuk, ugye előre szaladtam, de hát nyilván nem titok, hogy ez ténylegesen egy meteorit ütötte Sepphely. De úgy tűnt, hogy igenis, hiába vannak itt, tehát igaz az, hogy vannak itt az üstök, és kipöfékelik a port, de hát csak ezekkel a pici porszemekkel találkozunk, ami elég a Föld légkörébe. Esetleg ilyen öklömnyi darabok néha-néha lehullanak, de hát ilyen háztömb méretű, városokat romba döntő meteorok, azok nem léteznek. És 1908-ban szintén ezt erősítette meg egy esemény, ami a nagy Oroszországnak a területén, jó messze Szibériának a peremvidékén, a Tunguszka folyó mentén történt, bár ugye érdekes kettősség figyelhető meg. Szóval ezen a nyári, ugye nyilván ott fehér éjszakás napon, hát reggelen egy nagy, hatalmas, napfényességű tűzgömb hasított bele a levegőbe. Nem sokan látták, néhány favágó a transzszibériai vasútvonalnak pár száz kilométerre járó utasai látták ezt a hatalmas fényes tűzgömböt, ami egy nagy robbanással megsemmisült, egy nagy füstfelhőt hagyott maga után. Hát ott a környéken később elterjedt, hogy a favágók, akik ott közelben voltak, forróságot éreztek az arcukon, meg a légnyomás hanyat lögdösött néhány ember, de áldozatokról nem nagyon esett hír, szó. És hát elég sokára is jutottak el a területre, már a 1920-as éveket írjuk, amikor sikerült expedíciót szervezni, akkor már a Szovjet Tudományos Akadémiának, és hát azért elég döbbenetes kép tárult a tudósok szem elé. Egy több száz négyzetkilométeres területen gyakorlatilag a nagy 30-40 méteres fenyők, mint a gyufaszálak hevertek szinte egytől egyig kidöntve egy adott irányba, tehát tényleg egy nagy óriás lesöpörte volna őket. Úgy tűnt, hogy valami hatalmas robbanás kidöntötte a fákat, ám de hiába keresték a krátert, a becsapódást, mondjuk egy olyasmit, mint Arizonában van, vagy bármiféle meteoritot, több expozíciót szerveztek, mocsarakat csapoltak le, hónapokig dolgoztak a szúnyog invázióba, egy fia meteorit nem került elő, de még csak egy kicsi sem a területről, csak ez a egy középponttól nézve ilyen lepke alakzatban, ugye egy körülbelül olyan 40x20 kilométeres területen egy középponttól kifelé letarolt erdőt lehetett megtalálni. Meteorit megint csak nem esett az egészből, tehát megint az volt, hogy nincsenek itt becsapódások, azok ha voltak is, akkor csak évmilliárdokkal ezelőtt. Bár azért egy ilyen letarolt erdő, ugye mondjuk ha például Rómának a térképére rámásoljuk, az olaszok foglalkoztak az utóbbi évtizedben sokat egyébként ezzel a területtel, jártak kutatni, akkor azért hát mondjuk egy ilyen helyen, ahol ki tudja dönteni a fákat, egy ekkora területen egy ilyen lökés hullám, azért az nem jó, hogyha lakott település fölé esik, de még mindig nincs arról szó, hogy itt hatalmas testek záporoznának, és akkor nagy országnyi területeket érő becsapódások történnek. Ugye ma vannak friss fotók, mára már eltelt egy évszázad, újra sarjadt az erdő, de még mindig, mivel a hideg éghajlat miatt nagyon lassú a lebomlás, még mindig ott vannak a kidőlt fák megtalálhatók az erdő mélyén, nehezítik ugye a járást az erdőben. A megoldást végül, azt az utat, amin eljutottunk oda, kiderült, hogy igenis azért itt néha egy-egy hegy és az ember fejére eshet, azt hát a második világháború és a hadászat indította el, ugye legkétesebb találmánya az emberiségnek, az atombombákkal jutott az emberiség olyan helyzetbe, olyan energiaforráshoz, ami minden korábbi sokszorosan felülmúlt, és olyan hatásokat tudott ezáltal generálni, kiváltani, hát ugye tudjuk hadászatit is, de minden egyéb más fizikai hatásokat, ami bármi korábbival ugye nem összemérhető volt, és hát a hadsereg meg a háború mellett tudósokat is foglalkoztattak, például Los Alamosban a kísérleti telepen, és itt tűnik föl a 20. század második felének kulcsfigurája, témának a kulcsfigurája, Eugene Shoemaker, aki ifjú geológusként a kísérleti telepen kapott állást, és az volt a feladata, hogy a föld alatti atomrobbantásokkal, ugye a második világháború végeztével ilyen kísérleti robbantások kezdődtek, hogy geológus szemmel vizsgálja azt, hogy milyen hatása van a föld, a belső, vagy a szerkezetre egy-egy ilyen robbanás, és akkor ilyen atomrobbantási krátereket
kezdett el vizsgálni, lehet persze megfelelő idővel azután, hogy a robbanás megtörtént, hogy lecsökkent a sugárzás, és amikor leírta, hogy hogy néz ki egy ilyen kráter, milyen kőzetek, nagyon speciális kőzeteket a hatalmas nyomás meg a hőmérséklet miatt, a kőzeteknek a belső részében ilyen összeégett, üvegesre összeégett, nagyon speciális, hát tulajdonképpen kristályok, de hát végül is ilyen amorf szerkezetű dolog keletkezik, és egyrészt ezeket a kristályokat leírva, meg az egész kráternek a szerkezetét leírva, szöget ütött a fejében, hogy ő diákként terepgyakorlaton járt már egy nagyon hasonló helyen, mégpedig Arizonában a meteorit kráternek hívott, a szakkönyvekben nem meteorit kráterként szereplő képződménybe. És az egyik nyári szabadságán, nem Kaliforniába ment el szörfölni a tengerpartra, hanem fogta magát össze, csomagolt a feleségével, és elmentek 3 hétre az arizonai meteorit kráterhez, és elkezdte geológus szemmel felmérni, kiderült, 1960-as, 70-es években járunk, hogy valójában még soha nem vizsgálta meg ezt a krátert, valaki úgy komolyan, tényleg, hogy föltérképezze, és fölmérték ezt a krátert, és ami nagyon lényeges, a környezetben, itt ezeken a szétdobált köveken meg a peremén, megtalálta pontosan azokat az ilyen üveges szerkezeteket, amit az atomrobbantásos kráternél is látszott, amiről ugye laborban be lehetett bizonyítani, hogy ez már pedig csak egy adott nyomás és adott hőmérséklet értéken jön létre a kőzetekből, amit vulkánkitörés egyszerűen nem tud fizikailag produkálni. És így sikerült bizonyítani azt, hogy már pedig ez egy meteorit kráter, aztán már itt a korszerű módszerekkel, ugye a 20. század második felébe a környéken a meteoritnak a darabjait is megtalálták, na nem nagyok, ilyen mikroszkópikus méretű kis fémszentséket, tehát szinte ilyen, csak ilyen fémgőz maradt a becsapódás után, és ez nagyon jellemző ezekre a nagy becsapódásokra, azóta kiderült, hogy a maga a becsapódó test is megsemmisül, egyszerűen gőzé válik, olyan energia van, amikor eléri a Föld felszínét, és csak ilyen mikroszkópikus szemcsék maradnak, de ezeket egyértelműen meteorikus fémszentséknek tudták azonosítani már a modern módszerekkel. A plusz még egy olyan kis csavar is volt a dologban persze, hogy mivel ugye a kutatások alapját ugye atomrobbantásos kráterek képezték, ez nagyon sokáig nem publikálhatta az eredményeket, mert katonai titoknak minősültek, de hát azért a 60-as évekre ugye csak kiderült, hogy itt valójában egy meteorit kráterről van szó. És akkor innen kezdve ugye a spéci kőzetelváltozások alapján, meg hát hogy az új kutatási módszerekkel, hogy nem nagy meteoritot kell keresni, hanem mikroszkópikus szemcséket kell vizsgálni. Ugye elkezdődött a meteorit krátereknek a felkutatása, maga Shoemaker is több tucatot azonosított a Földön, gyakorlatilag ugye ott hagyta az állását, és ilyen, az ilyen ismert formációkat kezdte el kutatni. Ugye ma már azt is tudjuk, hogy ezt a Beringer krátert, vagy a 45 méter átmérőjű, nagyon tisztességes, ez egy jó 10 emeletes ház méretű, kb. 19 km per szekundum mal érkező, ugye ez nagyon komoly sebesség, meteorit ütötte, kb. 50 ezer éves lehet a lepusztultság alapján, plusz-minusz néhány 10 000 év. És hát elkezdték kutatni, és kiderült, hogy fantasztikus alakzatok vannak a Földön, ugye például Ausztráliában van ez a Wolfe Creek kráter, ez egy kicsit kisebb, csak 900 méter átmérőjű, és öregebb is, mint az arizonai, 300 ezer éves, olyan 30 méter átmérőjű meteorit ütötte. Aztán vannak sokkal nagyobbak, Pingualiut kráter található, azt hiszem ez, igen, Kanada, persze, Kanadában van, ez a 3,4 km átmérő, egy tó tölti ki, azatok láthatóak, ehhez már 100 méter átmérőjű nagy meteorit kellett. Aztán Ausztráliában van ez a gyönyörű, szép hegy gyűrű, egy fantasztikus képződmény, hát nem, erre nem mondom azt, hogy ezt is csak úgy tessék elmenni, megnézni, de aztán igazán messze van, de nincs messze az ES-roktól, néhány száz kilométer az Ausztráliában, nem? Tehát akinek olyan szerencséje, hogy elvetődik Ausztráliába, és az ES-rokhoz, meg Alice Springshez el tud jutni, az nincs messze tőle ez a fantasztikus, ugye ez csak légi felvételen látszik. Maga ez a szerkezet 4 km átmérőjű, de ez már csak a belső ilyen kráter, ez a belső csúcs, amit például a Hold krátereknek ugye lehet látni, aki látott már ilyet. Maga a külső gyűrű az 22 km átmérőjű, csak már le van pusztulva. Hát a kora látszik, ez már úgy jó messze. Jó a messzeségből vigyorog ránk, és olyan 1 km átmérőjű kráter lehetett. Aztán idő után föl kell menni az űrbe, a Karakultó Tadzsikisztánba,
maga a tó az olyan, azt hiszem, 37 kilométer a legnagyobb átmérője, és kiderült, hogy bizony ez a kis tavacska egy meteorit kráterben foglal helyet, ami 50 kilométer átmérője, az már szép terület. Egy olyan 5-25 millió évvel ezelőtt, ez kicsit persze ilyen távolságban nehéz belőni, ütött egy 2-3 kilométeres kisbolygó, és Földünk egyik legnagyobb látható, vagy a felszínen lévő krátere, a Manitzó-Ouagan kráter, szintén Kanadában, ez 100 kilométer átmérőjű. Tehát az már nagyon komoly, jó öreg is persze, 210 millió éves, ez egy 5 kilométeres kisbolygó üthette, és hát gyakorlatilag csak az űrből lehet látni, hogy ez a űrrepülőgépnek, megboldogult űrrepülőgépeknek a vezérsíkja, arról készült a fotó, de egy akár egy szinte egy, hát egy Észak-Amerika térképen, egy atlaszban meg lehet nézni, ott a Labrador félsziget környékén, kis egy ilyen kör alakú tóként ott látható maga ez a kráter. Ugye ez már annyira öreg, ugye többször átment a jégkorszakba a jégpáncél, hogy ez egy ilyen negatív forma lett, ugye a kráter pereme, ami ugye egyébként egy töredezettebb dolog, ugye az így fölhalmozódik a becsapódáskor, puhább anyag, az van lekopva, és ugye a kráternek az alja, ami összenyomódott, az ellenállóbb, és az ugye még fölül van, és a jég gyakorlatilag ugye kiválta a kráter perem részét már mélyebbre, úgyhogy egy tó található benne. És kiderült, hogy hát egy elmúlt évtizedekben bizony vannak itt kráterek, és aki nem akar ilyen messzire menni, nem annyira feltűnő, de egyébként, ha beállunk a közepébe, akkor érzékelhető a horizonton végig a domb sor. Németországban a Ries kráter az egyik legközelebb ilyen nagy sepphely a Földön. 24 kilométer átmérő, több település van található benne, 15 millió éves, lehet egy másfél kilométeres kisbolygó ütötte, és itt lehet is látni, a közepén van is egy település, érdekes mondom, furcsa, mert az is kör alakú, valószínűleg itt azért a terepviszonyokat érzékelték a régi építők, ugye itt van egy ilyen kör alakú szerkezet, és a várost is szép kör alakúra építették. Hát ez a legjobb, amikor ide, ez a medence is ismert volt, egyébként van egy néhány 10 kilométerre tőle egy pár kilométeres másik hasonló korú kráter, tehát valószínűleg ez egy iker kisbolygó lehetett, egy nagyobb meg egy kisebb test csapódott be egyszerre a Földbe. Gyakorlatilag oda mentek szintén egy ilyen nyaraláskor a feleségével a Shoemakerék, hogy majd megvizsgálják a kőzeteket, de nem kellett semmi különöset csinálniuk, mert ugye hát megérkeznek valahol, hát elmennek azért nyilván körülnézni a városba, és a templom, a nagy székesegyháza a településnek a közepén, gyakorlatilag odaléptek a falához, és ugye a helyben bányászott kövekből épült, és ott szabad szemmel szépen lehetett látni azokat az összeégett ilyen szálakat a kőzetben, ami egyértelműen mutatta azt, hogy ez egy meteorit becsapódás által létrehozott templom tulajdonképpen, de legalábbis a kőzetek azok. És hát ugye ezek után nem volt megállás, és ugye a fantasztikus regények, meg ugye szintén Hollywood bűveletében, ugye a legismertebb ilyen becsapódás esemény a Kréta tercier kialás 65 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszok hirtelen, bár nem is volt az annyira hirtelen egyébként, eltűnnek a Föld színéről, az addig év 10 milliókon, év 100 milliókon keresztül uralkodó faj, szinte nyom nélkül eltűnik, és ugye az emlősöknek az uralma elkezdődik, és hát ezek a nagy kihalásnak az okát szeretnénk tudni, és itt egy fölmerült ezek alapján, vizsgálatok alapján, hogy hát ha itt vannak ilyen nagy kráterek, akkor végül is egy meteorit becsapódás is lehetett ennek az oka. Hát hol van a kráter? Ugye több százmillió éveseket mutattam, és egy olyan, ami képes kipusztítani egy egész fajt az egész Földön, annak nagyon nagynak kell lenni, és hát 65 millió év egy ilyen nagy kráternél, szóval látszania kéne, hogyha ennél kisebb százmillió évesek látszanak a Földön, de nagyon sokáig nem találták, aztán végül tulajdonképpen véletlenül a mexikói öbölben olajat kereső geofizikusok mutatták ki ezt a kör alakú, majdnem 300 kilométer átmérőjű. Szűken, nagyon szűken Magyarország méretű képződményt, egy kilométer mélyen el van temetve, vagy 65 millió év alatt, ugye ott Mexikó környékén, ugye ott nagyon erős a málás, az egy csapadékosabb terület, hát befette ez a máladék, meg részben bent van a mexikói öböl alatt, de szépen ott van ez a kráternek a kontúrja
megtalálható, és a kora is, hát ugye stimmel meg lehet becsülni. Mindezek ellenére úgy gondoljuk, hogy egyrészt az ma már azt a maradványokból látszik, hogy ez a kihalás ez nem volt olyan gyors, tehát vélhetően akár évtizedekig vagy százezredekig is eltartott, még a dinoszauruszok eltűntek. Tehát egy konkrét esemény, aminek a hatása is maximum néhány évig érvényesülnek, ez ilyen pillanatban kevésnek tűnik, és általában is az elmúlt évtizedekben eljutottunk oda, hogy vélhetően egy ilyen nagy kihaláshoz, amik a Föld történetben voltak, nem egy konkrét esemény köthető, hanem azért akkor történnek ilyen kihalások, amikor veszélyes események, mondjuk egy hatalmas vulkanizmus, ami kén-dioxiddal mondjuk telepumpálja a légkört, vagy valami globális természetes útú globális felmelegedés, ami 10-15 fokkal megemeli az átlaghőmérsékletet, meg mondjuk egy meteorit becsapódás, és ezek az események, amik külön-külön talán nem lennének olyan nagy hatásúak, de véletlenül egymás közelében következnek be a sors veszélye folytán, akkor ezek hatása összeadódik, és ilyen nagy kihalásokat okoz. De például a dinoszauruszoknál ilyen érdekes biológiai megfontolások is vannak, hogy a Föld történetben számos olyan fajt ismerünk, ami már nem létezik, és a kihalásuk előtt ilyen úgynevezett óriás növés jelenik meg. De lehet látni, külföldi múzeumokban is, meg tudjuk, hogy vannak ugye előszedtek ilyen másfél-két ember méretű csigákat például lehet találni ősmaradványba. És furcsa módon ott is az volt, hogy te abszolút kezdő környezetben ugye nagyon megnőtt az átmérőjük, hiszen nagyon jók voltak ugye az életkörülmények, ugye bizonyos földtörténeti korokban, és eltűnnek úgy, hogy semmi nagy kihalás nem tartozik hozzá, csak egyszerűen valamiért ilyen óriás névés után eltűnik a faj. Tehát lehet, hogy vannak ilyen valamiféle genetikai vagy genetikai előregedéssel kapcsolatos dolgok, amiket még nem tudunk, és a dinoszauruszoknál is az óriás növés az köztudott. Szóval ez egy bonyolultabb kérdés, mint elsőre látszik, de ténykérdés, hogy van ebből a korszakból egy óriási meteorit kráter, ami nyilván, ami keletkezik, meg kidobódik az anyag, az mondjuk az amerikai kontinens romba dönti, tehát mondjuk túloldalt Ázsiában nincs közvetlen hatása. A közvetett hatások itt érvényesülnek, a számítások azt mutatják, hogy olyan mennyiségű anyag repül ki egy ilyen becsapódásnál, olyan nagy mennyiségű por kerül a légkörbe, hogy néhány évre képes szinte teljesen leárnyékolni a napfényt a teljes földgolyón, és ez okozhat, hát ugye nyilván a napsütésnek a több éves hiánya, vagy erősen lecsönkelt mi volta, az nagyon meg tudja rostálni az illényeket. Ma nagyjából itt állunk, hát 183, meg persze plusz-minusz néhány, van egy-két bizonytalan dolog, ilyen becsapódási krátert ismerünk a Földön, szépen látszak a jellegzetések, olyan Ausztrália, ugye Kanada, ott a Szahara környéke, és akkor hát nyilván Amazóniában, vagy ugye Afrikának az esőerdei részén nyilván kutatni is nehéz, meg ott a málás, ugye a csapadékos éghajlaton nyilván eltünteti, de egy száraz Ausztráliába, vagy a jég által letarolt Észak-Amerikába, vagy Észak-Európába, ugye a sima feltárt, nagyon öreg kőzeteken könnyű megtalálni ezeket a régi becsapódás nyomokat. Na most viszont az egésznek, ugye itt megint a kulcsa, hogy Shoemaker is megtalálja a krátereket, megbecsülgetik a korokat, és akkor kijönnek ezek a 100 millió évek. Megint, hogy ennyi 100 millió, annyi 100 millió, 1 milliárd éve, 2 milliárd éve, hogy hát ezek nagyon régen voltak. Tehát ez egy régi sztori, igen, akkor még voltak ilyen nagy darab égitestek, de hogy azok becsapódogattak a Földbe, és manapság már ilyen nincsen, hát az égboltot is már annyira figyeljük, és nem látunk itt ilyen elszáguldozó kisbolyókat. Egy-kettőt ugyan találtak a 20. században, de azok nem nagyon jöttek közel a Földhöz, tehát tényleg elszabadulnak a Mars a Jupiter közötti kisbolygóval, de nem nagyon jönnek ide, tehát megint egy ilyen elhesegető, ugye szokás szerint, egyébként most is ugye érzünk a globális felmelegedés kapcsán, hogy próbálják elbagatelizálni nagyon sokan ezt a problémát, és itt nincsenek semmiféle kisbolygók. Hát persze Shoemaker nem hagyta annyiba, hanem abból a fából faragták, pláne akit atomrobbantásos kráterek edzettek, az nem olyan könnyen adja föl. Úgyhogy kitalálta, hogy hát ha mindenki ennyire fafejű, akkor majd megkeresi ő ezeket a most a Föld mellett, és itt száguldozó sziklákat. Bérbe vettek egy mindössze 46 cm-es, ma már amatőr csillagászok nagyobb távcsöveket birtokolnak, 70-es években 46 cm-es távcsövet Amerikában a feleségével, ugye a geológus volt, kitanulták a csillagászatot, hogy kell csillagászkodni, hogy kell ilyen kisbolyókat keresni, és elkezdték az égboltot szisztematikusan fotózni, mégpedig kisbolygók után kutatva. És bizony néhány éven,
de maximum egy évtizeden belül kiderült, hogy hát neki van igaza, ugyanis a felvételeiken egyre másra sorra találták meg azokat a kisbolygókat, amik közel haladnak el a Földhöz. A csillagászti képeken ezt úgy lehet jól észlelni, hogy ugye pontszerűek a csillagok, és akkor a kisbolygók, amik a Föld közelében vannak, mivel gyorsan haladnak, azért a több perces, ugye, csillagászti felvétel jellemzően 10-15 perc hosszú, annyi idő alatt egy szép kis vonalat húznak a felvételre. Ez itt pont egy olyan kép egyébként, amin kettő is látható, és ilyen kisbolygókból nagyon sokat találtak, gyakorlatilag a 70-es évek közepétől a 90-es évek közepéig dolgoztak, tehát egy 20 évre tekintett ez a forradalmi időszak, és tucatjával fedezik fel az addig ismeretlen, több kilométer átmérőjű, tehát pont ezeket a ilyen 20-100 kilométer átmérőjű krátereket ütő kisbolygókat, és kiderül, hogy ez már lassan 200 éve ismert fő kisbolygóöv, ugye Marson túli tartomány, amilyen biztonságosnak tűnik, hát ugye Marson túl ott vannak kisbolygók, de hát azok messze vannak, bizony ebből a tartományból elszabadulnak sziklák, most is a mai nap is, és ezek a Föld közelébe haladva elhúznak mellettünk, és hát ugye nyilván nem zárható ki az statisztikailag, hogy igenis eltalálhatják a Földet. Tehát nem üres, úgymond a naprendszer, nem üres a belső térsége, és ma is ez reális veszélyt jelent. Ugye talán nem nagy titok, hogy én magam is olyan kisbolygó kutatással, kisbolygó felfedezéssel foglalkozom, úgyhogy 1998 óta, én is sok felvételt csináltam már az égről, kisbolygóvadászat céljából, úgyhogy hoztam is itt egy ilyen felvétel párost, ugye talán lehet érzékelni, hogy ez két felvétel, hogy kicsit meglássa mindenki, hogy hogy kell kisbolygót keresni. Egyszerűen gyakorlatilag elég kettő felvételt csinálni az égboltról, és azt ugye időkülönbséggel, mondjuk egy fél óra időkülönbséggel, és akkor ezekből egy kis mozifilmet, egy két kockából álló, ugye alapvetően meglehetősen unalmas mozit csinálva, meg tudjuk keresni az elmozduló égitesteket. Most ki az, aki itt lát mozgó égitesteket a képen, és hol vannak? Igen? Lehet mondani. Igen, a bal alsó sarokban van. Jobb alsó sarokban is, igen, sarkolt szerint. Kisbolyok mindig a kép szélén tűnnek föl, ezt már megfigyeltem. 7 vagy 6. Igen, ez alul lent fönt mozognak, tehát így néz ki egy kép, így keres az ember kis bolygókat. Berajzoltam 6 darab a megfejtés. Ugye, hogy két felvételt csinálunk, és akkor szépen az elmozduló égitesteket megpróbáljuk rajta megkeresni. Hogy még talán az évszámokból látszik, hogy ez 2003-ban készült, ugye már messze járunk a 70-es évektől, de jól mutatja, hogy a téma mennyire elhanyagolt volt, hogy maga ez a felvétel, ott jobb szélen a 2001 YD5 jelű kisbolygó megfigyelése miatt készült 2003 tavaszán. Erről szeretnénk volna pozíciókat gyűjteni. A felvételen van egy darab ismert kisbolygó, az ez volt, ez 2000-es felfedezés, de a másik négy, amire látjuk a 2003-as évszámot, az ezen a felvételen tűnt fel először, és ez mind magyar felfedezés lett. Tehát az egy korábbi kisbolynak a követése során négy újabbat sikerült felfedezni. Tehát még a 2000-es évek elején is volt mit találni, és bizony volt szerencsénk, hát különösen az utóbbi években, már sokkal nagyobb fényképezőgép van, és egy 16 megapixeles gép van a mátrai távcsövönkön, amivel ezt kutatjuk, földközeli kisbolygót is felfedezni. Ugye itt a középen szépen megy, ahogy mondtam, ugye azok a gyors mozgás miatt már nem ilyen pontszerűek, hanem szépen ott húzza a csíkot, egészen konkrétan a felső kisbolygók húzzák a csíkot a képen, emiatt egyébként elég nehéz is megtalálni őket, számítógépek nem is tudják megkeresni. Épp most olvastam idefele jövet, hogy 35 000 dolláros pályázatot írt ki a NASA olyan szoftvernek a megírására, ami képes ezeket a csíkokat is fölismerni. Következő augusztusig fél évet kaptak a szoftverírók, mert hogy ugye pont a legközelebbi, a Földhöz nagyon közelévő kisbolygók, azok ilyen csíkot húznak a rövid expozíciókon is, és a számítógépek azok csak a csillagokat tudják megtalálni, arra vannak megtanítva. Úgyhogy ezt sem a számítógép vette észre, ma már többnyire én is szoftvereket futtatok az ilyen képeken, hanem egy szlovákiai amatőr csillagász
cimborám, akinek oda szoktam adni a képeket, meg még van egy holland, meg egy amerikai srác, tehát én és a 3-4 másik amatőr csillagászt mozgatok, akik át szokták nézni az én felvételeimet, pontosan azt, amit én nem találok meg szoftveresen, de egyszerűen nincs időm átnézni, olyan nagy területeket tudunk ma már rögzíteni, egyszerűen nincs energiám átnézni, de hogyha egy ilyen kis munkakezességet létrehozunk, akkor bizony ők megtalálják ezeket az égitesteket, ezt tavaly augusztusban, 2013-ban találtuk. Föld közeli, de nem metszi a földpályát. Tehát olyan 30 millió kilométernél közelebb nem jöhet a Földhöz, úgyhogy nem én leszek a hibás, azt szeretném mondani, hogyha becsapódik egy kis bolygó. Én ötöt találtam, de a földpályát egyik se keresztezi. Tehát nem az én kis bolygóm lesz, ami kiírtja az emberiséget. Úgyhogy mosom kezeimet. Itt van ez a kis távcső, amivel a Mátrából kutakodunk. Nagyon szép kis régi vágású, de nagyon jól működő Schmidt teleszkóp. És ugyanak a Schmidt teleszkópnak ugye van egy nagyon érdekes, aktuális felfedezése. Az első földközeli kisbolygót ezt 1982-ben találták, Lovas Miklós nevű csillagász, január 20-án, és néhány évvel ezelőtt ez a kisbolygó a keresztségben az Eger nevet kapta. Nem tudom, ki tudta, ki nem tudta, de Egerről el van nevezve egy kisbolygó. Ráadásul földközeli kisbolygó, olyan, ami becsapódhat egyébként. És ez egy nagyon külön, a véletlen folytán ez egy nagyon-nagyon különleges égitest. Egészen speciális anyaga van, a ráső napfénynek a 30%-át visszaveri, tehát valami nagyon világos anyagú égitest, és a mindenféle vizsgálatok spektroszkóppal megvizsgálták, és a fény visszaverő tulajdonságai nagyon közel vannak, a Földön is megtalálható egy bizonyos fajta, egyébként nagyon ritka, csak néhány tucatot ismerünk bele, az Aurbit meteoritoknak az anyagával megegyezik véletlen anyaga, így valószínűleg ez a kisbolygó, abból származnak azok a meteoritok. Tehát meg lehet fogni az Egernek egyes darabjait a Föld felszínén. És ez egy nagyon érdekes égitest. Látod, a másfél kilométeres 1,6 év alatt járja körbe a napot, és 9/10 csillagászti egység, ugye a Föld az egy csillagászti egységre kerül a naptól, kering a naptól, tehát ez beljebb jut. És akkor még egy gondolat ugye Shoemakerékhez vissza, ez egy nagyon, mindig erre szoktam felfedni az előadást, mert ez egy gyönyörűséges tudós pályafutás, ugye ami elindul ifjú diákként a meteorit kráterből, aztán fiatal kutatóként az atomkráterektől, majd a meteorit kráterek fölkutatása, ugye aztán a kisbolygóknak a megkeresése, és gyakorlatilag egy évvel a program befejezés előtt, 94-et írunk már, ugye 50-es évektől indultunk, már egy nyugdíj előtt álló geológus csillagászok, az egyik 1993 tavaszi felvételökön ezt a furcsa ilyen bajszos üstököst fedezi föl a feleségével. Ugye középen láthatott valami diffúz valami, de nem egy irányba áll a csóvája, mint általában az üstökösöknek, hanem itt fölfele is megy valami, lefele is jön valami, itt oldalra is van valami, az első teljesen meglepítik a nagyon furcsa égitest, ugye azonnal ráirányítják az akkor már repülő, 1990 óta repülő Hubble űrtávcsövet, és kiderül, hogy nem egy üstökösről van szó, hanem vagy két tucat pici, kisebb-nagyobb különböző üstökös repül egy vonal mentén, mindegyiknek van külön-külön csóvája, meg ilyen por kilövelések is jönnek ki belőlük, és kiderül, nem mutatnak mást a számítások, mint hogy ez egy frissiben darabjaira hullott üstökös, tehát egy égitest szétesett több darabra, és miért is esett szét? Hát magukon a felvételen is, magán az üstökös megtalálták, ott fénylik a Jupiter, és kiderül, hogy ez az anyagfüzér a Jupiter körül kering, tehát nem is a nap körül, hanem a Jupiter keringő, hát most már ilyen hold láncolat. Véletlenül 1992-ben, egy évvel korábban a Jupiter, ez nagyon közel, néhány 10.000 kilométerre elhaladva a Jupiter gravitációs tere széttépte, befogta az égitestet Jupiter körüli pályára, két éves keringés idejű pályára, és kiderül, hogy 1994 nyarán, több mint egy évvel a felfedezés után, ezek az üstökösök be fognak csapódni a Jupiterbe, addigra széthúzódva, körülbelül egy hétig fogják bombázni a Jupiternek a légkörét. Egy fantasztikus dolog, egy pálya betetőzése, hogy saját szemünkkel láthatunk egy égitestet becsapódni, és mennyire jó, hogy nem a Földbe, hogy szaladni kelljen, hanem a Jupiterbe, tehát viszonylag biztonságosan egy másik bolygóba, és meg is történik az esemény, fantasztikus a látvány, aki, ugye itt van egy-két régebben amatőr csillagászkodó kollégám, a legkisebb távcsövekkel is lehetett látni, de nem a becsapódást, mert azok azért relatíve kicsik voltak, de itt például nagy infravörös
távcsövekkel látszik, ahogy hatalmas robbanó tűzgömbé fejlődik, ugye, hogy fölrobban a légkörbe, ezek az néhány kilométeres üstökös, vagy néhány százméteres üstökös magok, ugye olyan sugárzás van, ami megegyezik a több ezer kilométer átmérői holdakról visszavert napfénynek a sugárzásával, tehát óriási robbanások játszódnak le. Kiderül, hogy igenis, ezek a néhány száz, néhány kilométer átmérői égitestek képesek iszonyatos energiát leadni a bolygók légkörébe. És aztán egy ilyen hatalmas planétán, mint a Jupiter, ami tízszer nagyobb, mint a Föld, ilyen fekete foltok, ugye a robbanási felhő, a por ott marad a légkörnek a tetején, és a Föld átmérőjénél többször nagyobb felhők hetekig, majd aztán hónapokig így összeolvadva a legkisebb távcsövekkel is megfigyelhetők a bolygónak az alsó részén, ugye déli felén. Aztán déli. De ebből látszik, hogy igenis egy pici égítés, egy ilyen óriási bolygón is micsoda kavarodást tud okozni. Gyakorlatilag ez a 94-es megfigyelés az, furcsa módon nem a felfedezett kisbolyók, hanem ez a becsapódás az, ami aztán véglegesen felnyitja a kutatóknak a szemét. A NASA elkezd foglalkozni ezzel a problémával, elkezd pénz áramlani a kutatásokba, és gyakorlatilag itt a 95-96-tól elkezdve, ugye persze jönnek a számítógépek, jön a digitális képrögzítés, sokkal egyszerűbb keresgélni, elindul a nagy kisbolygó vadászat. Amikor én 15 évvel ezelőtt elkezdtem, akkor körülbelül 10 000 kisbolygó volt ismert. Ugye gyakorlatilag 190 év alatt 10 000 kisbolygót találtak a csillagászok. Az elmúlt 19-ben 500 000-re nőtt a számuk. Tehát nagyon beindult a gépezet. Itt lehet látni, ugye 95-től elkezdve a Földet veszélyeztető kisbolygóknak a száma, ugye az évi 10-15-ről most már évi 600 körül jár. A felfedezők száma, ez azt jelenti, hogy átlagosan minden nap, tehát mai napon is két új földközeli kisbolygót találtak valahol a világon. Tehát az, hogy most néha hetente, vagy két hetente bekerül az újságokba, hogy hú, hát közeljön egy ilyen, valójában két naponta eljön a közelünkbe. Egy általában persze csak néhány méter átmérő szikla. Nagyon sokat kutattuk, hogy miért lehet az, hogy egyes ilyen égitestekre, de sokszor nem is a legközelebb jövők bekerülnek a hírekbe. És bizony arra jutottunk, hogy hát van egy, a szokás szerint a pénz, ugye, ami ezt a dolgot generálja. Az utóbbi években rendkívül nagy divatba jött, ugye főképp az internet terjedése nyomán, hogy úgynevezett távészlelő obszervatóriumokat létesítenek. Tehát mondjuk Németországban, vagy akár Egyesült Államokban, aki New Yorkban lakik, meg ilyen nagyvárosokban, ugye a csillagok már egyáltalán nem látszanak, ahhoz, hogy az ember csillagos égbolt alá jusson, vagy csillagászkodni tudjon, 100 kilométereket kell utazni, ez nem éri meg, vagy mondjuk Németországba, vagy Skandináviában nagyon sokat borult az idő, úgyhogy nem szórakoznak azzal, hogy várják a havi egy-két derültet, fogják, letelepítenek egy távcsövet Ausztráliába, vagy Arizonába, vagy a Kanári-szigetekre, vagy Chilébe, és azt interneten keresztül szoftverekkel távvezérlik, és így készítenek felvételeket, az ilyen távirányítású távcsövek, és ezt nem csak úgymond a szakcsillagászok használják ki arra, hogy ne kelljen nagyon drágán elutazni mondjuk Európából Chilébe észlelni, hanem bizony az amatőr csillagászok között is elterjedt, és egy csomó vállalkozó ebben ilyen érdekes vállalkozási lehetőséget látott, és egyébként beesett a számítás, léteznek ilyen távcsőparkok, ahol felállítanak távcsöveket saját pénzen, és ezekhez bárki észlelhet, csillagászkodhat, természetesen befizetve a kis pénzt, percenként jellemzően $1 vagy 1 euró az ára. És akkor ez gyakorlatilag a vállalkozás szinten, megélhetés szinten működnek, és ezeknek az obszervatóriumoknak rájöttek, hogy egy jó reklám, ha például földobják az internetre azt, hogy hát most van egy földcsúroló kisbolygó, nálunk ezt ön követheti a távcsöveinkkel, vagy kirakjuk élőbe, láthatja, hogy a kisbolygó elhalad a föld mellett. Csak ezt fölnyomják az internetre, hídnökségekhez eljut, onnan át kell elmi, de amoda persze fordításoknál csomószor torzul a hír, és már kész is van a világvége hír körülbelül 3 óra alatt, plusztán egy ilyen reklám miatt feldobott kis hírből, hogy nálunk nézheti az XYZ kisbolygónak a közelségét. Tehát innen jönnek mostanában ezek a hírek, és tartok tőle, hogy ez most már rendszeressé fog válni, hogy drámai hangon Szellő István bejelenti 7 óra 23 perckor a kis színesbe, az összes háborús hír után, hogy még plusz a 3 új háború után még a Föld is el fog pusztulni egy kisbolygó becsapódástól. Nem kell komolyan venni.
az ki fog derülni, hogyha valami komoly veszély van. Hát itt egy ilyen ábra, ugye itt is csak a növekedések száma. Jelen pillanatban 10 000 fölött van az ismert földközeli kisbolygók száma, tehát 500 000 fölött ismerünk kisbolygókat, ebből több mint 10 000 a földközeli, és hogy igenis van kutatás, és nem vagyunk úgymond teljesen kiszolgáltatva a természet kénye kedvének, a január-február fordulóján egy hónap alatt, az ugye teljes égbolt kivetítve, ugye térkép formájába feltüntetve, ezek a színes négyzetek azt mutatják, hogy egy hónap alatt az égbolt mekkora részét vizsgálták át kisbolygók után kutatva. Hát ez egy elég tisztességes része egyébként, tehát igenis most már maga a NASA is pénzzel rengeteg ilyen távcsöves programot, hogy ezeket felkutassák, meg egyébként amatőr csillagászok is saját pénzen keresnek ilyen kisbolygókat. Hát itt látható, hogy szépen benépesült a naprendszer, az a nagy zöld mentőév, az ugye a Marson túli kisbolygók, abból van 500 000, és hát azok a pirosak, azok pedig ugye bejönnek a belső naprendszerbe, a belső bolygók közé, hát azok a veszélyes égitestek, mondom, kb. 10 000-et ismerünk összességében. E között van 3 méter átmérőjű is, meg 3 kilométer átmérőjű is. Tehát nagyon nagy, nagyon széles a paletta. Ugye hogyan kerülnek ide ezek az égitestek? Hiszen, mint mondtam, ha most egy földcsúroló kisbolygót fognánk egy sziklát és betennénk ide keringeni a belső naprendszerbe, hát néhány 100 000 vagy néhány millió év alatt eltűnne innen, vagy belezuhanna a napba, ezt mondják a számítások, vagy belecsapódna valamelyik bolygóba. 4,6 milliárd éves a naprendszer, nyilván ha a kezdetekkor lévő összes testnek már rég el kellett volna ennél tűnnie, mégis újak és újak jönnek. Ez egy nagyon érdekes hatás miatt van, hogy ez a kisbolyóknak a fő öve, itt van a Mars, itt van a Jupiter, itt van a Föld. Ugye látható, hogy a kisbolygók nagy számban a Mars és a Jupiter között találhatók, inkább a Marshoz közel. Viszont furcsa módon lehet látni, hogy abszolút nem egyenletesen osztanak el, hanem vannak például teljesen üres tartományok, ahol szinte egyetlen egy kisbolygó sem kering a főökbe. Ezek a tartományok megegyeznek azokkal a helyekkel, ahol ha ide tennénk egy égitestet, akkor a keringési ideje az 3:1 arányban lenne a Jupiterével. Magyarán, amíg a Jupiter egyszer megkerüli a napot 12 év alatt, az abban a legnagyobb részben, ahol a nyilván lévő kisbolygó, az pont 3-szor, tehát ott 4 év lenne a keringési idő, de nem ismerünk 4 éves keringési idejű kisbolygókat. Ez a Jupiter hatása miatt van, amikor ilyen egész arányú keringések, ugye egész számok arányában vannak, az azt jelenti, hogyha valaki szépen kiszerkeszti, hogy a legkisebb távolságokat, tehát mikor közel halad, relatíve közel halad a Jupiterhez, azt a térnek mindig ugyanazna pontján teszi, hiszen egész arányú keringési idő, és ugyanoda jön ki ez a legkisebb távolság, és ebben, bár ugyan messze van, több 100 000 000 kilométer a Jupitertől, egy picit azért az erős, nagy tömeg Jupiter egy picit gravitációval meghúzza ezt a kisbolygót. És hogy tényleg múlnak az évek, évtizedek, évezredek, évtízezredek, mennek a keringések, ezek a pici, a térnek mindig ugyanazon a pontján történő húzások, ezek összeadódnak, felerősödnek, és a kisbolygónak elkezd elnyúlni a pályája. Ugye a Jupiter felé távolabb lesz, akkor a belső része pedig, ahogy ugye a kör, közel körpályát ellapítjuk, elkezd beljebb kerülni. És a kisbolygók így ezekből a résekből elkezdenek besodrani, bekerülni a belső naprendszerbe, elnyúlik a pályuk, és úgy eltalálhatják a belső bolygókat. Ugye megint érdekes dolog, de hát ugye ez is ugye ott van az a rés, hát elnyúlik, ez lejátszódik néhány millió év alatt, ismételten csak nem szabadna kisbolygókat látnunk. Ugye hogy kerülnek bele ezekbe a résekbe az égitestek, mert pedig belekerülnek. Hát nagyon furcsa módon a tavaly ősz, az egy nagyon szerencsés időszak volt, gyakorlatilag egy 10 éve sejtettük azt, hogy milyen folyamatok játszódnak le, hogy kerülnek oda a kisbolygók. Ugye eleinte az volt, hogy keringenek ott a Mars a Jupiter között, időnként összeütköznek, és akkor a lepattanó repeszek besodródnak ezekbe a részekbe, ezekbe a résekbe, és akkor onnan elkezdenek ugye bejönni. De igazából, bár ez a 500 000 kisbolygó nagyon soknak tűnik, de borzalmasan nagy a tér. Valójában iszonyatosan ritkásan helyezkednek el. Tehát az még csak nyomokban sem igaz, ugye a Csillagok háborújának a klasszikus jelenete, amikor mennek az aszteroida övbe, és akkor záporoznak, hogy szó sincs erről. Millió kilométerek választják el egymástól a néhány kilométeres kisbolyókat. Tehát nagyon ritkák az ilyen lepattan ütközések. Nem nagyon hozták vissza modellek azt, hogy lehet itt a környezetünkben ennyi földközeli kisbolygó. Az utóbbi években viszont felmerült egy érdekes lehetőség, hogy a napsugárzás hatására, ezek az egyébként nem gömbszerű, hanem elnyúlt égitestek, ilyen kisbolygók képesek fölpörögni.
gyorsul a forgásuk, a napsugárzás képes felgyorsítani őket, és annyira felgyorsítja a forgásukat, hogy a centrifugális erő egy idő után széttépi ezeket a kis bolygókat, nagyon sok darabra esnek szét, és ezek a szétrepülő, ugye hirtelen, ugye egy különböző irányokba elrepülő törmelékek, ezek már jó hatásfokkal be tudnak kerülni ezekbe a résekbe, és onnan elindulnak a föld közeli kis bolygó út folyamára, csak hogy ilyet még senki nem látott, mert ez a hatás nagyon lassú, tehát lassan pörgeti fel a kis bolygókat, és csak kisméretű égitestekre igaz. Na erre fel idén ősszel, először augusztusban megtalálták ezt a furcsa üstököst, amiről kiderült, hogy hát ugye csóvája van az üstökös, de valójában ez nem az. Ezek a csóvák, az, hogy így hatfele állnak szanaszét, ez azt mutatja, hogy nem a napsugárzás hatására jönnek létre, hiszen akkor a nap, akkor egy irányba állna mindegyik, ugye a nap sugárzása miatt egy felé mennének, hanem ezek egy ilyen felpörgött és szétdarabolódott kisbolygónak a kidobott ilyen por, különböző irányokban kidobott por részecskei. Hát jó, igen, persze ezt kiszámolják, de ki az, aki elhiszi, a tudósoknak itt számolgatnak mindenfélét. Na erre föl egy hónappal később, szeptemberben találtak egy másik égitestet, egy másik üstököst, amiről szintén kiderült, hogy nem az, hanem ez gyakorlatilag az a, most hétfő van, nem tudom, tehát a múlt hét második felvetően csütörtökön vagy pénteken jött ki ez a képsorozat a Hubble űrtávcsőtől, hogy szépen ugye október, november, december, januárig követték, és kiderült, hogy valójában ez nem más, mint szintén egy ilyen vélhetően a felpörgéstől darabjaira hullott kisbolygó, ahol Hubble űrtávcsővel szépen az egyre egymástól távolodó és még tovább darabolódó, de a környezetükből a port elveszítő kis égitestek valójában, szilárd magok, kisbolygók, tehát nagyon szépen összeállt az elmélet, igen, sikerült megfigyelni azt is, hogy ilyen szétdarabolódó kisbolygókból jönnek aztán a Föld közeli égitestek. Na de akkor, ugye mennyi van, hány darab van, hány égitest veszélyeztetünk, hány 10 kilométeres kisbolygó leselkedik arra, hogy becsapódjon a Földbe, és letaroljon mondjuk egy franciaországnyi területet a Földről. Hát szerencsére egy darab van a 10 kilométeresből, azt már nagyon régen megtalálták, ettől nem kell nagyon félni. Hát a kisebbekből több van, ugye ahogy megyünk le, egyre több kerekedik, és hát beosztottak, csináltak ilyen beosztásokat, hogy hát mondjuk legyen az 1 kilométernél nagyobbak, azok, amik nagyon veszélyesek. Akkor menjünk le, akkor kb. 300 méterig, azok nem olyan veszélyesek, de egy várost azért azok is romba tudnak dönteni, legyen az a második kategória, és akkor 300 méter alatt meg azok vannak, amik hát vélhetően már a Föld légkörébe azért úgy szétrobbannak, azok közvetlen krátert nem robbantanak, de hát a légköri robbanásuk azért ugye, hogy Szibériában fákat letarolta a robbanásnak a lökéshullám, ami elérte a Földet, azt ezt is okozhatja, és akkor beosztottak ilyen kategóriákat, és elkezdték számolgatni, meg statisztikailag vizsgálni, hogy mi lehet, és akkor utóbbi években az derült ki, arra jutottak, hogy az egy kilométernél nagyobbak közül pont kb. 1000 lehet. Ugye 100 darabot jelöl egy kis ilyen jel, 10 darab nagy krumpli van itt a felső sorba, olyan 960-ra becsülték egyébként, nem, pont, kb. Pont 1000-re becsülték a számukat, csak aztán 2010-ben repült ez a WISE nevű szonda, aminek gyakorlatilag egyébként ma vagy tegnap jelentették be, hogy a földsuló kisbolyókat is kutatta, de például a tizedik bolygót, a feltételezett tizedik, vagy most már kilencedik bolygót sem találta meg, pedig érzékeny lett volna rá, tehát valószínűleg nincs több bolygó a naprendszerben. Na de ugorjunk vissza. Egyrészt sok égitestet felfedezett, másrészt a megfigyelései alapján kiderült, hogy hát szerencsére vagy nem szerencsére, hogy korábban túlbecsültük az égitestek számát, de kiderült, hogy nem 1000, hanem kb. 960 darab. Hát ugye kicsit bejepúzódott lehet ezeknek a nagyoknak a száma, és 900 fölött itt már megtaláltuk, tehát gyakorlatilag 90% fölötti a lefedettség. Egyébként 1995-ben, mikor a NASA elkezdte ugye az üstökös Jupiterbe csapódás után pénzelni, akkor azt tűzte ki célul, hogy oké, pénzelünk titeket csillagászok, 10 év alatt találjátok meg a 90%-át legalább az 1 kilométeres kisbolyóknak. Hát 2005-re nem sikerült, de pár év csúszással ez meglett. És itt a kisebb kategóriákban is látjuk, hogy ott egyébként jelentősebb a csökkenés, tehát az űrszonda előtt ennyinek gondolták őket, és már kiderült, hogy az 500 méternél nagyobbaknak is a döntő része már a sárgával jelölt megvan, már csak körülbelül egy 15-20% hiányzik. Aztán, hogy megyünk kisebb méretek felé, természetesen jóval több van, ugye a törmelékből mindig több van, és itt mivel a kisebbek halványabbak, még jóval szerényebben állunk a felfedezésekkel,
de a 2020 környékére a 300 méter van megcélozva, tehát eddig a tartományig egy 90%-os lefedettség, ez szintén nagy pénzek mozognak, és most úgy tűnik, hogy hát még van ugye 6 év ebbe az ütembe, hogy napi 2-3 új kisbolygót fedeznek föl, elég nagy távcsövekkel kutatnak utánuk, ez talán teljesíthető is lesz, és aztán 2020-2030 között szeretnének ilyen 100 vagy 150 méterre lemenni, és akkor utána tényleg 2030 környékén azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag a természetnek ettől a fajta veszélyétől elég jó biztonsággal óvva leszünk, nem mint hogyha most nagyon gáz lenne, hiszen ugye hányan haltak meg meteorit becsapódás miatt az emberiség történetében? Nullán, még senki nem halt meg. Földrengésben meg úgy 6-8 millióan a becslések szerint az emberiség történet alatt. Tehát ez nem egy olyan sűrűn előforduló esemény, de kétségtelen, hogy bekövetkezhet. És akkor okozhat nagy galibát. Ez csak egy kis ábrácska, az 1 kilométeres kisbolygóknál, hogy évente hányat találtak. Ugye látszik, hogy 2000-ben volt a csúcs, most már csak évi néhány darabot fedeznek fel az 1 kilométerre nagyobbakból. Ugye ez a grafikon is csak azt mutatja, hogy már alig van új, ezért nem találják meg őket, mert szinte mindegyiket megtaláltuk. Ez szerintem egy jó hír, ugye így már tudunk számogatni, és a Vice-nak a megfigyeléséből kiderült, ugye, hogy mi a repülés előtt kb. 36.150 méternél nagyobbat feltételeztünk, ennek a száma bizonyosképpen lecsökkent, tehát egy kicsit könnyebb lesz megtalálni. Nem annyira veszélyes hely, ugye itt a Föld közeli térség. Aztán persze, ha lemegyünk egyedi égitestek szintjére, akkor azért vannak érdekes objektumok, olyan is van, amiről hát nem az, hogy holnap, de mondjuk feltételezhet, hogy a következő évtizedekben veszélyes közelségbe kerül a Földhöz. Az egyik ilyen az Apophis nevű égitest, de nem véletlen a neve az egyiptomi mitológiában, ugye azt hiszem, jó volt az olyan kígyószerű lény, aki a napot, ugye amikor átrepült éjszaka az alvilágon, megpróbálta elkapni, hogy aztán másnap ne keljen föl, és ugye mindenki megfagyjon. Róla nevezték el, nem véletlenül, mert a számítások azt mutatják, hogy 2029. április 13-án, péntek lesz, péntek 13-a, méghogy nem szerencsétlen, és szeretném félni a figyelmet, hát meglehetősen közel jön a Földhöz, amikor 1994-ben felfedezték ezt a kisbolygót, komolyan benne volt az esély, hogy nekünk jön, ez 300 méteres, ez elég komoly, hát ez egy ilyen rízmedencét, egy 20 kilométeres, hát mondjuk annyit nem, egy 5-10 kilométeres krátert biztosítne, Budapestet simán romba dönteni, azért megkapta ezt a szimpatikus, jóságos kis nevet. Azóta kiderült, hogy egy nagyon látványos, de valójában veszélytelen közelítése lesz, a geostacionos műholdak szintje alatt olyan 30 ezer kilométerre fog elhaladni a Föld mellett, de elmegy mellettünk. Ott van egy ilyen kis bizonytalansági, igen, ott a zöld a Föld, és itt megy el a kisbolygó, az a fehér vonal egy kis bizonytalanságot még jelöl, de ezen belül fog valahol elhaladni. Viszont elmegy mellettünk, nagyon látványos lesz. A mérete miatt gyakorlatilag szabad szemmel látható lesz. Körülbelül olyan fényes lesz, mint a Göncöl szekérnek a csillagai, és szépen lehet látni, egyébként az egy közelítés idején pont Európában éjszaka is lesz, tehát látható is lesz, és szépen, hogy a déli horizontról emelkedve néhány óra alatt egy kis szabad szemmel látható csillag, ami egy kis bolygó lesz, szépen átmegy majd az égboltunkon, elmegy éjszaka. Úgyhogy ez nagyon exkluzív, véletlenül ezer évente egyszer-kétszer van az, hogy egy ilyen nagy kis bolygó ennyire közel jön el hozzánk. Na most viszont, ugye látható, hogy a Föld gravitációs tere, ez nem egy rajzolási hiba, vagy a projektor torzítása, hogy elhajlítja a kisbolygónak a pályáját. És hát itt marad a Földnek a Földnek a meccésébe, és már 2036, szintén április 13-án, az már nem péntek lesz, megint közel jön a Földhöz, és ugye mivel ott van egy ilyen kis fehér bizonytalanság, ezért nem tudjuk, hogy pontosan mennyire fog elhajlani. Emiatt van egy nagyon bizonytalanság a 2030, legalábbis pár éve még volt a 2036-os közelítéssel kapcsolatban. Akkor azzal, akkor 2029-est megússzuk, jött a 2036. Hogy akkor ráadásul a lehetséges becsapódási helyek, ez kicsit túlvezérli a projektor, nem tudom mennyire lehet látni a térképen, Csendes-óceán, Közép-Amerika viszonylag rakadtabb része, meg Oroszországnak a nagy része esett a potenciális becsapódás 2036-ban. Az orosz kormány gyorsan felállított egy bizottságot, ami a földközeli kisbolygó kutatásával foglalkozik. Ezt az ábrát meglátva, mindig csak akkor kapunk kézbe, amikor már baj van. De szerencsére ezt a bizottságot nem kellett komoly munkával felruházni,
Elismerem, hogy nem ezek a csillagászat történetének legszebb felvételei, amiket most alul bemutattam, de itt ez a kis pötty, ez nem fotó, hanem radarvízhang erre az Apophis nevű kis bolygóról. Ugye nem csak fotózhatunk, hanem már radarozni is tudunk, mint ahogy a katonai, a repülőgép radarok működnek. Ha elég nagy tányérunk van, és a csillagászatnak vannak több száz méter átmérőjű rádióantennái, tudunk olyan teljesítménnyel sugározni, és olyan érzékenyen venni főleg, hogy a több millió vagy 10 millió kilométerre lévő kis bolygóról visszaverődő radarjeleket tudjuk venni. És a radar az jóval pontosabb, mint az optika, gyakorlatilag néhány kilométer pontosan meg lehet mondani a kis bolygónak a helyzetét. Ezt tavaly megcsinálták, 2013 évelejéig ezek a radarfelvételek, itt lehetett nagyon pontosítani a pályát. Kiderült, hogy a 2036-os is el fog maradni, közelítés, valójában millió kilométerekre lesz tőlünk, sajnos, de nincs semmi veszve, mert 2086-ra ismét mutatnak a számítások egy közelítést, de hát az majd. Annyira az minket már nem izgat. Majd azt a gyerekek megfejtik, hogy nekünk jön-e vagy sem. Hát egy kis ábricskú, hogy a Holdnál közelebb a következő években, vagy az elmúlt években ki fog elhaladni. Ugye itt van az Apophisnak a geostacionális műholdak alatti elhaladása, de például tavaly február 15-én szépen mi is láttuk, Adriára leutaztunk, hogy a magyarországi felhőket kikerüljük, már eljött egy kis bolygó a Holdnál közelebb. Hát itt 2028-ban lesz egy jó nagy darab krumpli, de hát vagy 200 ezer kilométer lesz tőlünk, úgyhogy az semmiség. Jelen pillanatban közül a 10 ezer közül egyről se tudjuk, hogy nekünk fog jönni. Tehát a következő évszázadban mindegyik el megy mellettünk. Na, amíg itt az Apophis-szal ment a mindenféle szórakozás, 1998. október 6-án azt a bekarikázott mozgó fénypontot vette észre egy amerikai kisbolygó kutató távcső, gyorsan kiszámolták a pályáját, és kiderült, hogy ez fog vele történni másnap. Jön 2 óra, hajnali 4, hajnali 5, szépen a föld gravitációs becsapódik a földbe. Ugyanis már észleltünk földbe csapódó kisbolygót úgy, hogy felfedeztük, igaz csak egy nappal korábban. Valaki érezte, légnyomás hullám volt ilyesmi, nem, ugye semmi, tehát nem is, szerintem többség nem is tud róla, de volt már ilyen, tehát működnek a távcsöveink, előre tudunk jelezni ilyeneket. Az volt a szerencse, vagy nem szerencse, hogy valójában néhány méter átmérőjű volt, már a Holdnál is közelebb járt, mikor felfedezték. Október 98. október 7-én hajnalban Egyiptom és Szudán határán, gyakorlatilag teljesen lakatlan területen ért el a Föld légkörét. Ez itt a Vörös-tenger, itt ez pedig a Nílusnak a folyása. Ez pedig egy infravörös műhold, ami ugye az időjárást fotózza, de pont úgy készített egy expozíciót, hogy ugye a felhők meg a hideg sivatag mellett éjszaka, ugye itt a hajnali órákban látszik egy nagyon fényes folt, az pont sikerült elkapni a légkörben repülő és ugye több ezer fokosra felizzó meteoritot, ugye kisbolyót, hogy megsemmisül a föld légkörébe. Mikor nem volt egy nap, és nagyon távoli terület, úgyhogy a Kairó Egyetemről elindultak kutatók, de már csak hajnalra értek ki a terepre, és ott ezeket a hát ilyen nagyon furcsa felhőket fotozták, ez nem felhő, hanem a meteoritnak a poranyaga, ami a magas légkörbe szétszorodott, az ilyen furcsa kékes, sárgás felhőket hagy, ezt más meteoroknál megfigyelték, tehát megtörtént a légkörben röpülés, és hát ha már ez ilyen néhány méter átmérő volt a légkörben ment, mi lenne, hogyha, hát ha marad belőle valami? Nyilvánvalóan fölrobbant, mert a robbanásnak a lökéshullámát, a hangját azt ilyen infrahangdetektorokkal, amik a Föld több pontján működnek, és egyébként szintén katonai célűak, mert a kísérleti atomrobbantásoknak a hangját tudják vele több ezer kilométerről ilyen infrahangdetektorokkal észlelni, az is észlelte, tehát lehetett tudni, hogy fölrobbant, hát ha találtak darabokat, úgyhogy néhány héttel később kairói egyetemistákat kihajtották a sivatagba, csatasorba állították őket 10 méterre, és akkor keresés, ugye ez egy jó hely, egyrészt lefele nézve az ember nem megy neki egy ágnak se, mert nincsen fa, másrészt ugye sokkal jobb, mint keresni mondjuk nálunk a fűbe meg a fák között, az elég zűrös, itt a sivatagban aztán lehet menni a végtelenségig, ráadásul a sárga homokos kőbe egy kis fekete meteorit kő tök jól meglátszik.
Úgyhogy szépen néhány hét alatt több száz darabot összeszedtek ebből a már ugye a világűrben észlelt kisbolygóból. Hát ilyen fekete, egyébként elég ritka, meglepően ritka fajta. Nagyon keveset ismerünk ebből az anyagösszetételű meteoritból, amit találtak. Itt is látható két kisebb darab, de csak ilyen picikéket. Tehát tényleg arasznyi volt a legnagyobb, amit találtak, de jó sokat összeszedtek, valóban szétrobbant ez a kisbolygó. Tehát már volt ilyen, sőt nem csak egyedi eset. Az idei év is ilyen szuperül kezdődött, január 1-én hajnalban, gyakorlatilag a pezsgő pukkarások után néhány órával, ugye mit csinálnak a csillagászok, ugye nem a romkocsmában tombolnak, hanem észlelnek a távcsővel szilveszterkor is, találták az év első kis bolygója, 2014 AA, dettó ugyanez, de erről még kevesebb megfigyelés volt, úgyhogy gyakorlatilag 8 óra volt a becsapódásig, úgyhogy csak egy ilyen sávot tudtak kijelölni, mert kivilágosodott, és nem volt már távcső, amivel követ. Ugye Amerikában fedezték föl, de ugye az éjszaka az Amarra megy. Ugye a Csendes óceánnak a kisbolygó, meg az Atlanti óceán felé jött. De egyszerűen nappal volt, már nem tudták tovább követni, úgyhogy egy nagyon hosszú, egyenes lett a lehetséges légkörbe lépésnek az időpontjára. Ez is csak néhány méter átmérői volt, úgyhogy végül ezt is egy infra hangdetektorokkal be tudták lőni, hogy ott a piros pötty helyén az Atlanti óceán fölött fölrobbant a légkörbe ez a néhány méteres kis test is. És akkor ugye a tavalyi év, ugye kicsit visszaugorva az időbe, nagy szenzációja volt, ez is kicsit túl van vezérelve, a Cseljabinszki nagy meteor, amikor gyakorlatilag egy, hát valójában ezeknél nagyobb, ennél a két esetnél, amit mutattam, nagyobb, viszont kétségtelen, hogy előre nem látható, tehát nem tudták felfedezni. Kb. 15 méter átmérőjű kő darabocska jött be a Földnek a légkörébe, és hát na lássuk, hogy mit tudunk. Ezt a zümmögést, ezt nem az infradetektorok keltik, ez alá van keverve. Ugye Cseljabinsz Oroszország, rengeteg felvétel volt, hogy gyakorlatilag nappali fénnyel kivilágosodik, ott baloldalt hullik a meteorit, és utána szép kis ilyen kondenszcsíkszerű nyomot hagy. Ugye többnyire ilyen autó, ugye Oroszországban jönnek a legjobb felvételek, ilyen autóban kész, hogy jön szembe a kamion a mi sávunkba, ugye egyre nagyobb, biztos mindenki látott már ilyet. Hát ilyen biztosítási problémák miatt gyakorlatilag a legalábbis a céges autók mindegyike agyba főve van kamerázva, ilyen balesetek miatt Oroszországban, és ezek most nagyon jól jöttek, mert rengeteg ilyen autóból szépen a kamerák fölvették azt, ahogy ez a tűzgömb, a biztonsági kamera itt csak az árnyékoknak a vándorlását veszi föl a tűzgömbből, a számtalan nagyon szép felvétel, gyakorlatilag nappali világosságot keltett, ugye itt a hajnalban, februári téli, ugye ilyen Szibéria peremi hajnalba, és... És bizony lőttek is. Ja. Hatalmas durrás, lehet hallani, hogy törnek ki az ablaküvegek. Lehet nézni fönt az üvegeket. Hoppá! Itt is az ablakokat érdemes nézni. Ugye meteorit, aztán később találtak, megint ilyen kis darabok érkeztek le, tehát fölrobbant az egész. Hopp, ott bejött az ablak. Viszont a robbanásnak, ahogy fölrobban ilyen kis darabokra a meteor, ott el is esik az ember. A robbanásnak a légnyomás hulláma olyan 15 km magasról ez megtörténik, eléri a Földnek a felszínét. Ez az, ami Tunguszkába kidöntötte a fákat, és ez az, ami bizony több tízezer ablakot betört, talán ez a legdurvább, itt bejön az ajtó, betört Cseljabinszkba, és bizony 1000 fölött volt a sérülések száma. Hál' Istennek nem történt halálos baleset, de itt ebbe az esetben benne volt az esélye, és gyakorlatilag mindegyik sérült, mind az 1000 körüli üvegszilánkoktól, ahogy berobbantak az ablakok, attól szenvedtek, hál' Istennek viszonylag könnyebb sérüléseket. Úgyhogy bizony azért látszik, hogy ilyen...
Tényleg. Ugye azért történhetett ez, mert a robbanás, a meteornak a robbanás gyakorlatilag pontosan a város fölött történt. Tehát a képek azok ugye máshonnan mutatják, de maga a robbanás a szerencsétlen módon pont a város fölött történt, emiatt nagyon erősen értékel ezek a lökéshullámok. Mondhatnám azt az esetleg aggódó tekintetekre, hogy a Földnek, a Föld felszínének jelen pillanatban 0,9%-a lakott. Tehát 1%-a, tehát minden 100 ilyenből egy esik lakott terület fölé. Tehát a következő 99 az lakatlan helyen fog bekövetkezni. Úgyhogy ez egy ilyen viszonylag, hát, pekes dolog volt. De hát nem véletlen, újra felállt a bizottság az orosz kormányba. Ezek után természetesen, ami a földcsúroló kisbolygókkal foglalkozik, tényleg talán egyébként annyiból jó volt, hogy komolyabban veszik most tényleg megint egy ideig ezt az eseményt. Hát ez a legjobb videó viszont, amit én láttam az eseményről, ami valaha készült. Ugye jön az évszázad tűzgömbje. Ez mi az Isten világít itt? Nem látok. Lehajtja a napellenzőt a fickó, nem tudom, hát nem látszik, de eredetén látszik, hogy a tekintet az valami halálosan unalmas. Nehéz eldönteni, hogy a reggeli feles előtt vagy után van a fickó, de hát ő neki ne világítson a szemébe, az évszázad meteorja simán lehajtja az napellenzőt. Nagyon jó felült, a sapka is szuper. És bizony egy már eléggé rozoga, szerencsére olyan, amiben nem dolgoztak lakóépületet, a légnyomás be is nyomott, tehát bedőltek a falak, de szóval ezt kellett egy kis mázni, úgyhogy bizony tud ilyesmit a természet produkálni. De hát ugye azért tudjuk, hogy földrengések meg vulkánkitörések azért sokkal gyakrabban vannak. Na, oké, itt vannak a kisbolygók, sokan vannak, néha becsapódnak, néha fölrobbannak a légkörbe. Mit lehet tenni? Mi történik, ha még ott az a néhány egy kilométeres, ami nincs meg, egyszer csak jövőre megtalálják az utolsót, és kiderül róla, hogy hát bizony a Föld fele jön, és le fogja tarolni mondjuk Magyarországot például a becsapódásával. Tudunk-e bármit tenni? Hát ugye a megoldás szerintem kézenfekvő, ugye Hollywood már megtalálta, megvan ugye a megfelelő ember, be kell öltöztetni szkafanderbe, persze alatta meghagyni a mocskos atlétatrikót, és akkor odaküldene a kisbolygóhoz, szétboxolja, ugye, és meg vagyunk mentve. De ugye most tudjuk, utóbbi években ugye föltűnt, hogyha esetleg nem érne rá, mert filmforgatáson van, akkor de van egy helyettese, ugye Chuck Norris, aki szintén bármikor, bármilyen kisbolygót képes szétboxolni. Persze egy nagy kérdés, hogy egyébként hollywoodi filmekben ugye általában megoldásként kínált szétrobbantás az jó dolog-e? Ugye általában oda mennek, behelyezik az atomtöltetet, bam, szétmegy a kisbolygó, és meg vagyunk mentve. Hát nem igazán, mert ugye ez jó, hogy szétmegy a kisbolygó, de akkor az egyből lesz 100 darab törmelék, amik között vannak nagy részek, de gyakorlatilag csak meg 100-szorozzuk a problémát, tehát ez nem olyan egyszerű, nem biztos, hogy jó felrobbantani egy ilyen kisbolygót, a másik az, hogy nem is annyira könnyű felrobbantani. Ugye itt látszik egy ilyen krumpli, ez az Eros nevű föld közeli kisbolygó. Hát ez a kráteres, meg úgy jó a felszíne, látszik, hogy mennyire elnyúlt, ugye ezek már nagyon nem gömbszerűek, miatt az elnyúlt alak miatt tud egyébként fölpörögni, de például az Itokava kisbolygóhoz is küldtünk szondát, ezek helyszíni felvételek, ugye ez már mutatja azt, hogy nem csak elméletben foglalkozunk a problémával, hanem ilyen kisbolygókhoz ugye látogatást tettek már űrszondáink, tehát oda tudunk repülni, hogyha jól elő van készítve. Mind a két szonda egyébként a küldetés végén leszállt a kisbolygó felszíne, tehát le is tudunk rájuk szállni, tehát ez nem egy science fiction, ezeket már végrehajtottuk az elmúlt évtizedben, tehát igenis komoly készülés van erre. Na de hogyha megnézzük ezt a kisbolygót, ez valami egészen furcsa, egy fia kráter nincs rajta, viszont az egész szikláknak a tömkelegéből áll. És ha ugye megmérjük, hogy keringenek körülötte ugye ezek a szondák, milyen sebessége az ismert tömegű szondák, ki lehet számítani a tömegüket. És kijön, hogy egy csomó ilyen kisbolygónak ilyen 1,2 g per köbcentiméter, meg 1,4 g per köbcentiméter, ugye a víznél egy kicsit több, de hát 3-4 g per köbcentiméteres kőzet sűrűséget egyáltalán nem éri el. Ez hogy lehet, mint van? Hát úgy van, hogy valójában tényleg a látszat nem csal, ezek nem ilyen egy tömbbe, nem sziklatömbök, hanem úgynevezett kozmikus kőrakások, sok tucat, sok ezer, sok százezer sziklának a lazán összeállt ilyen képződmény, ilyen konglomerátuma. És ez úgy viselkedik, mint a Hungarocell, hogy
iszonyatosan jól nyeli el az energiát. Tehát hiába rakok én bele egy atombombát, berobbantam az egyik oldalt, nem szét fog menni, hanem csak belapul az egyik oldala, és ez a porózis szerkenet iszonyatosan hatékonyan nyeli el a lökéshullámokat, és nem megy szét, nem lehet felrobbantani. Szóval nagyon nem triviális dolog, úgyhogy sokkal inkább az eltérítés az, ami, tehát szép, finom beavatkozás. Az egyetlen egy dolog, az egyetlen egy kulcsa, és ezért szeretnénk nagyon gyorsan megtalálni ezeket az égitesteket, az idő. Tehát ha van 10-20 évünk arra a becsapódásig, hogy beavatkozunk, akkor elég oda küldeni a kis űrszondáinkat, leszállni rá, ahogy azt már sokszor megtettük. Idén is lesz egy ilyen leszállás, egy istökösödött, tehát ez szinte ma már rutin feladat, és ott sok üzemanyagot odavinni, nem kamerákat, nem tudományos berendezési üzemanyagot, és szépen a felszínen működtetni a hajtóműveket, és itt a kicsi, néhány száz méteres, egy kilométeres égitesteket, ami viszonylag gyenge kis hajtóműveink is, el tudják tolni annyira, hogy ha sok idő van, akkor elég egy pici különbség, ami szépen az idő folyásával szép nagyra nő, és szépen elsuhan mellettünk a kis bolygó. Valójában ez a fő megoldás. Ugye nem csak leszállás volt, hanem most már ez is 10 éve volt, ezt a 360 kilós kis céllövedéket egy üstökös magba bele is lőtték, tehát hogyha mégis bombázni kellene, ilyet is tudunk, tehát el tudunk találni, szépen szondával odavitték, aztán nekivezették az üstökösnek, itt a robbanásnak a fénye látszik, ahogy betalál ez a kis próbatest. Tehát ezek folyó kísérletek, tehát tényleg tudományos köntösbe újtatva próbálkozunk ezekkel. Az első lépés természetesen azért az, hogy meg kell őket találni, tehát hogy hova küldjük az űrszondákat. Most nagyjából ez a távcső arzenál csúcsa, ami keresi ezeket a kisbolygókat, ezek körülbelül egy méter átmérő távcsövek, mint hazánkban a legnagyobb teleszkópok. Nem kell ehhez olyan nagy távcső egyébként, nem az a kulcsa, hanem nagyon gyors távcsövek kellenek, amik gyorsan tudják vizsgálni az eget, és nagyon nagy területet le tudnak tapogatni. Ezek nem feltétlenül a nagy távcsövek, illetve jelenleg nem a nagy méretű távcsövek, a nagy méretű távcsövek általában kicsi területet látnak az égből. De erre is megvan már a megoldás, ez az egészen furcsa, szélesebb, mint hosszabb teleszkóp. 2020-as években, 2022-ben, 2024-ben fogja megkezdeni a működést Chilében. Jelen pillanatban a pénz megvan rá, illetve a tükreit, a 8 méter átmérőjű, tehát szerintem itt ez a terem körülbelül akkora tükrét csiszolják, és építik. A National Science Foundation, ugye az Egyesült Államokban gyakorlatilag a polgári tudományos kutatásokat finanszírozó szervezetnek, ez a legnagyobb, pénzügyileg leginkább támogatott programja. Tehát nem egy, mondjuk egy genetikai, vagy egy rákkutató, vagy környezetvédelmi program, hanem ezt a teleszkópot támogatják a legjobban, annak a fejében, hogy el kellett vállalniuk, hogy az eredeti tervekkel ellentétben, ami csak ilyen tudományos, kozmológiai dolgokat vizsgáltak volna ezzel a hatalmas teleszkóppal, hogy arra is alkalmassá teszik, hogy kisbolygókat keressenek, és 2030-ig ezzel a távcsővel, nagyrészt ezzel a távcsővel megtalálják 150 méterig az összes kisbolygót. Ez a feltétel. Hát olyan 1 milliárd dollár körülbe kerül egy ilyen távcső, tehát úgy kell gondolkodni, úgyhogy megépítik ezt a teleszkópot, megépítik hozzá a kamerát, ez nem távcső, hanem ez csak az érzékelő benne, ekkora egy ember, tehát az ember méretű CCD érzékelő lesz benne, 2,8 tonnát fog nyomni, 3,2 gigabájtos, tehát nem megás, hanem gigabájtos lesz a kamera, a pixel felbontása, körülbelül olyan telehold látszó átmérőjének olyan 4 fokot, 4,5 fok lesz a látómezője, tehát azért mennyi, az 9 hold átmérő keresztbe, és 15 másodperc alatt fog csinálni egy felvételt. 3 nap alatt a teljes Chiléből látható égboltot végigpásztázza, és 10 év alatt 1000-szer fogja végignézni az égnek minden egyes részét. Körülbelül egy ilyen 6 magnitúdóval fogja kitolni az ismert csillagoknak a számát, körülbelül 10 milliárd új égitestnek a felfedezését várják, persze ez csillagok meg galaxisok is, vélhetően millió számra fog mindenféle kisbolygókat találni, és a legdöbbenetesebb, két döbbenetes dolog van az egészben, az egyik az, hogy jelen pillanatban nem tudnánk egy ilyen távcsővel mit kezdeni. Mert hogy annyi adatot termel, hogy jelen pillanatban a technika nem alkalmas arra, hogy ezt továbbítsuk, főleg Chiléből, Amerikába vagy Európába. Nincs ilyen jelátviteli lehetőség jelenleg, viszont 10 év múlva valószínűleg lesz.
Tehát a programot úgy tervezték meg évekkel ezelőtt, hogy figyelembe vették azt, hogy hogy fejlődik a számítástechnika, és mire kész lesz a távcső, a technológia is valószínűleg eljut oda, hogy tudják továbbítani a jeleket, de véletlenül így is majd külön csak a távcsőhöz tartozó fénykábeleket kell lefektetni a csendes óceánba, Chiléből Amerikába, meg aztán át az Atlanti óceán az európai partnerekhez, külön erre egy kábelt. Hát így nagyjából érthető, hogy hogy jön ki majd az $1 milliárd a távcső mellett, hogy tudják az adatokat továbbítani, meg egyáltalán feldolgozni. 10 év alatt, amire tervezik a működését, általában ennyire terveznek egy tudományos programot, annyi információt fog byte-ban gyűjteni, tehát annyi tárhely kell majd neki, mint az összes könyv, vagy kézirat, vagy doktori dolgozat, vagy füzet, ami a önöknek a lakásába, meg a világ összes könyvtárában eddig összegyűlt. Tehát amit az emberiség eddig leírt, mostanáig, annyit 10 év alatt össze fog gyűjteni a távcső információba, csak az égboltról. Tehát annyit fogunk tudni az égről 2030-ban, mint amennyit a világról most tud az emberiség tulajdonképpen, meg önmagáról. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon előremutató program lesz, részint megtalálja a kisbolyókat, részint olyan égitestek felfedezését várjuk, amiről még nem is tudjuk manapság, hogy léteznek a távoli űrben. Szerencsére van lehetőségünk, mi is próbálunk ehhez a programhoz részben csatlakozni, részint megteremtették a lehetőségét gyakorlatilag állami pénzből, hogy ehhez be tudjuk fizetni az éves tagdíjakat, és véletlenül a magyar csillagászat is bizonyos szegmensekbe fog dolgozni. Például az egésznek a tudományos vezetője egy Zeljko Ivezić nevű amerikai, de egyébként Szerbiában született professzor, múlt nyáron 3 hónapot itt dolgozott nálunk. Tehát tényleg nagyon szoros a kapcsolat, úgyhogy a magyar csillagászatnak is ez a jövője. És hát mondom, a földközeli kisbolygóknak is 2030-2035 környékére gyakorlatilag teljes lesz az ismeretünk róla, azt kell még kihúzni, hogy a fejünkre ne essen valami nagy égitest, és akkor utána már csak hát a fiúkat kell küldeni, vagy hát 2068-ban, vagy valaki más, addigra azért kiöregszik a Bruce Willis, meg a Chuck Norris is. És köszönöm szépen a hosszas türelmet, ennyit szerettem volna mondani. Hogyha valakinek valami kérdése van, akkor... Van már jelölt az ember? Hogy helyileg hol lesz? Igen, Chilében, de még egy, tehát nem Lassian, hanem egy teljesen új helyen, tehát egy új obszervatóriumot létesítenek, tehát nem már egy meglévő csillagvizsgáló, valami szerró, ez is, de nem tudom pontosan. És akkor ugye... Elmondjátok, hogy 2 hetente, akit még érdekel esetleg a csillagászat. Ennyire megkértek, hogy... Létezik egyetlen egy helyi amatőr csillagász közösség, és ha bárkit a kisbolygókon kívül egyéb dolgok is érdekel, akkor 2 hetente ugyanabban a terve, minket meg lehet találni. Egyébként a szólólapokat is megkaptam, mindenki azon rajta van az internetes elérhetőség, hogy feltüntetjük, hogy mikor megtalálhatunk. Igen. Újabban, és azt tanítjuk meg, hogy mennyire több információ jelenik meg erről, hogy a Földön a víz tulajdonképpen a naprendszer kialakulásának a kezdeti időszakában ide érkező kisbolygók becsapódásából származik. Korábban nem volt a fölfogás. Na most ezt ugye tényként elhiszi az ember, de igazából sem van nem tudja ki világos, hogy ezt honnan tudjuk. Hát ami ugye, amennyit én erről tudok, ugye hogy az az elmélet, azt is tanuljuk, ugye, hogy amikor összeállt a Föld, ugye a kezdeti időszakban véletlenül sokféle anyagból, ugye az összeállásnak a hője az annyira felforrósítja, ugye, hogy komplett magmaóceánban, tehát a felszínen is folyékony kőzet van. És azt feltételezzük, hogy egy ilyen felszín, ugye 1000 fokos felszín, egyszer annyira meleg, hogy a gázok, az illékony anyagok, köztük a víz is,
az megszökik ebbe az állapotba, és utána, amikor megszilárd a felszín, ugye hát van annyi idő, hogy ugye, tudjuk, hogy a vas maga középpontjában van, tehát van ilyen rétegződés, tehát véletlenül a gázok szinte teljesen kijönnek, nincsen víz ezeken a planétákon, plusz még erre az is rásegít, hogy a fiatal nap életének első néhány millió, első 10 millió évében sokkal forróbb, mint amilyennek most tapasztaljuk. Tehát eleinte, amíg beáll az egyensúly benne, sokkal több energiát sugároz ki, ami még szintén kisöpri azokat az esetleg ilyen keringő égitestekben lévő víztartalékot, tehát kiszárítja a belső naprendszert egészen még a Marson túli térségig is. És akkor, ahogy a Jupiternél is látjuk, hogy például az Európa nevű holdján, ahol egy komplett fagyott óceán van jégpáncéllal, ott viszont már felszaporodik a víz, vagy a Szaturnusznál a szinte gyakorlatilag teljesen jégből álló holdak, vagy az Uranus-Neptunusznál feltételezzük, hogy a bolygó testekben egy-két földtömegnyi víz van. Tehát nem egy-két földi vízkészlet, hanem a föld bolygó tömegével megegyező víz van az Uránuszban, a Neptunuszban. Tehát a víz az egy borzalmasan gyakori vegyület az univerzumban, látjuk mindenfelé, hogy van víz, csak mondjuk a belső naprendszerbe kiszárítódott, és ugye látjuk, hogy csak a föld ilyen szerencsés, hogy ilyen sok van, és emiatt a kialakulás miatt gondoljuk azt, a kialakuláskori elszökés miatt, hogy valahogy ennek vissza kellett pótlódnia, és erre, hogy a teljesen egyértelműen kimutatott üstökösök először, amik ugye látszik bennük a víztartalom, teljesen egyértelműen, hogy vízjég van bennük, aztán mára kiderült, hogy valószínűleg ez nem elég hatékony, tehát jöttek a kis bolygók, hogy azoknak a vizét isszuk tulajdonképpen. Itt az egyetlen egy probléma, hogy ezek láthatóan ilyen sziklák, nem nagyon van bennük víz, de itt az utóbbi években ebbe is forradalmi változások vannak. Például a legnagyobb kisbolygónál, az 1000 km átmérő C-résznél, ahova azt hiszem jövőre meg is fog érkezni egy űrszondánk, tehát konkrét helyi vizsgálatok lesznek, de földi, a visszavert napfényből folytatott vizsgálatok azt mutatják, hogy talán ilyen agyag, gókba kötött formába akár 30 tömegszázaléknyi víz is lehet az egyébként sziklának kinéző kisbolygóban, és ha ez így van, csak maga a C-rész tartalmazhat annyi vizet, mint a Föld vízkészletének a fele. Tehát végül is nagyon egyszerűen megoldható, és igen, azt feltételezzük, hogy azért lehet most víz a kiszáradó belső égitesteken, mert hogy ezekben a naptól távol biztonságos eges égitestek, aztán ugye az előadásban hallott módon visszakeverednek ide a naprendszer belső térségébe, rá bezuhannak a bolygókba, és az illó anyagaikkal fölszaporítják, visszahozzák a gázokat a felszínre. Ez most az elmélet. Az egy másik dolog, hogy valószínűleg itt is kevert a dolog, maradhatott valami gáz, de én most úgy tudom, hogy talán a legidősebb kőzetek, amiket találtak, ugye nagyon sokáig a grönlandi volt talán ilyen 3,9 milliárd év, de most talán valami 4,2-4,3 milliárd év Ausztrália valami cirkon valami oxidokat, mintha találtak volna, és az vizes környezetre utal, miközben úgy gondoljuk, hogy a víz nagy része az olyan 3,84 milliárd évvel ezelőtt a nagy bombázás korszakában, ez megint egy külön adást, mikor nagyon sok becsapódás volt, amikor a Holdon is ezek a nagy fekete foltok keletkeztek ilyen óriási becsapódások miatt, akkor kerülhetett vissza a 4 milliárd éve, és akkor ehhez nem passzol, hogy vannak korábbi vizes környezetben kialakult kőzetek. Tehát valószínűleg itt is inkább olyan vegyes lehet a kép, mint a dinó kialásánál, hogy nem egy konkrét dolog van, hanem maradt is valami ősi víz azért valahogy a környezetünkbe, de valószínűleg hoztak vissza becsapódó kisbolygók, főleg vizet a Föld felszínére olyan 3,8 milliárd évvel ezelőtt. Nagy utolsó. A kisbolygó az hogy jött létre? Az egy abszolút kis csökevényes maradvány valójában. Szóval furcsa, hogy több millió égitest van ott, de valójában annyira picik, hogyha összehordanánk őket, akkor a Holdnak a tömegét sem adnák ki. Ez egy maradványa. Az egyébként régen valószínűleg ott is nagy mennyiségű lejelenlévő anyagnak, akár egy bolygóra való is volt ott vélhetően, de ugye a Jupiter, a közeli Jupiter, ami ráadásul a mostani számítások szerint a kezdetekkor még beljebb is keringett, mint most, egyszerűen olyan nagy a gravitációs tere, ahogy most is ugye ott réseket válja a kisbolygóövbe, ugyanezt csinálta régen is, csak még hatékonyabban, és egyszerűen mielőtt a törmelék összeállhatott volna egy bolygó testé, mondjuk egy Mars vagy fölmérhető bolygó testé, a döntő részét kihaigálta.
a külső bolygókhoz, ezt ma Kuiper övnek, meg aztán még távolabbi övezeteknek ismerjük. Tehát egyszerűen a Jupiter gravitációs tere nem engedte összeállítani egy bolygót, de valamennyi törmelék az eredetének egy töredéke megmaradt, és az már utána később nem volt képes összeállni egy bolygóvá, és ezért ma is ott ilyen törmelékes formába figyeljük meg. Tulajdonképpen egy elvetélt bolygónak a maradványát, egy meg nem született bolygónak a maradványát látjuk ott ilyen kis sziklák, törmelékek formájában Mars és Jupiter között. Jó, köszönöm szépen akkor a figyelmet és az érdeklődést.